Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello, Feri, hello, Jani! Sziasztok! Hello! Hello. Jó reggelt! Drága hallgatók, hát ti is megérdemeltek egy tapsot, persze. Na, jó. És a hallgatók? Ők is egy tapsot. Mindenkinek, gyerekek, hogy vidáman induljon ez a hétfő, ami egyébként elég vidám, már csípősebb a reggel, mint szokott. Egy fokocskát mértem, és megjött ez a hideg, amit mondtak, legalábbis reggelre. De párikra sem jók. Jó idő lesz. A internet azt írta, hogy 20 fok. Az gyerekek, azért az... Csak nem tudom, hol. Uh-huh. Hát, ugye, igen. Most egy van. Hogy jön össze. Tegnap este olvasgattam, és akkor írták, hogy ragyogó jó idő, 20 fokok lesznek. Hát most kiléptem, nekem ugye nem méri az autóm a fokot, de ezt éreztem, hogy ez nem meleg. Nem. Tehát nem, hogy 20, egyéb 10 se. Ez nincsen 20. Ez nincs. Nem, ez nincsen 20. Rövid mondta magának Feri. Ez nem volt, viszont hétköznap már egészen jókat lát az ember. És hát hétvégén is nagyon jó időnk volt, hogy a vasárnapra mondtak egy kis esőcskét, mi nem tapasztaltuk. Nem tudom, hogy vagytok vele, szerintem tök jó idő volt, néhol felhős volt egy kicsit az ég, meg borúsabb volt, a szombathoz képest legalábbis, de eső az egy csepp sem. Nem volt, igen. Hál' Isten, megúsztuk. Megúsztuk ezt a dolgot. Na, milyen volt a hétvége? Ki mit csinált? Hogy sose vagytok? Ilyen jó. Sose volt sose még ilyen, ilyen soha? Jó. Kerékpármosás. Húha. Ugye? Az rendben van. Azért megborongtál mi? Bizony. Az egyet. Lementetek vödör, ultrás víz, a kefe, vagy pedig... Igen, és utána kiüntöttük az ultrás vízet. Vagy pedig benzinkút. Nem, otthon. De ezt le kell mosni. Hát tavasszal illik. Nekünk tudod, erkélyen áll a kerékpár, mert nincs. Beporosodik? És akkor tiszta por, és Soma mondta, hogy ő így nem kerékpározik, mondtam, hogy gyerekem, akkor neki is kezdhetsz a 4 biciklinek, és örömmel meg is csinálja. Alattotok lakó örült? Persze, leöntöttük az egészet, és folyt le a dzsúva víz, és aztán pedig kérlek szépen elhajtottunk a mi római partunkra, ami a Szúnyog-sziget. Az jó. Ez ugye a pesti oldal, hát ott azért lenne mit felújítani, de van egy hekkes, aki szerintem télen is üzemel, hogy odáig kimentünk, és akkor hekketettünk. Az melyik rész? Az hol mész? A Szúnyog-sziget az úgy van, hogyha lentről mész fölfelé, akkor Margit-sziget, ahhoz hozzáér szinte a hajógyári, a kettő között van az Árpád-híd, és a hajógyárival szemben van a pesti oldalon. Aha. Az gyakorlatilag egyébként az annak kéne hajógyárinak lenni, mert a hajógyár maga az, ja, az ott az van. Újpesti rész. Ez az Újpest. Csoda, már... el lett át a hídon, a kikötőnél? És akkor... át tudsz menni, vagy az északi összekötőn, aha, vasúti összekötőn, ott rögtön le tudsz menni, illetve ha mész kifelé a Váci úton, akkor van egy utca, amiben ha behajtasz, akkor kocsival is ki tudsz oda menni. És egyébként marha nagy lehetőség lenne benne, ha valakinek lenne hozzá, nem tudom, 10 milliárd forintja, biztos, hogy rengeteg pénz, mert szépen meg lehetne csinálni. Az volt egyébként a munkásosztálynak annak idején a Riviera. Oda ment a Riva. Ha? Igen, oda jártak. Igen, és az ott az újpesti rész, ott a hajókat, ahol újjáépítik, fölújítják. Hát most tervezik, hogy a hajógyárinak az egyik végét elkezdik majd fejleszteni, ilyen sport szempontból, de az pont a másik. Igen, ez a hajógyári. A Marina part, meg a mi van ott, Duna Pláza, onnan indul fölfelé. Igen. És ott át is lehet menni egy olyan retro lépcsősoron, ami így nem hiszed, nem mersz rálépni, hát szerencsére áll a dolog, úgyhogy működik a történet. Úgyhogy nálunk ez volt tegnap is bringázás, most mindenki. Na és milyen volt a vasárnapi zárvatartás? Ki hogy érte meg? Gyönyörű! Hogy éreztétek magatokat, hogy nem lehet bevásárlóközpontba menni, nem lehet, nem tudom, hiperekbe menni, nem lehet sehova menni. Tegnap este jöttünk haza, mert voltunk Visegrádon egy kicsit illazítani, hétvégén már ugye egy napot csak, vasárnap, illetve pár órát, mindegy, és valójában nem is voltunk. Ugye, olyan tömeg volt a McDonald'sba, hogy ezt nem hittem el, mi bementünk a McCafé részébe egy narancslére, mert azt nagyon szeretjük, egy sütény narancs, egy tök jó. Bementünk, majdnem, hogy az utcán állt a sor, és én azt hittem, hogy egy turistabusz jött, vagy nem értettük teljesen, Viki, vagy mi történt, és kérdezzük az eladó csajt, hogy mondja már meg, hogy mindig ennyien vannak itt az M1-M7 kivezetőjénél, vagy történt valami, vagy baleset volt, vagy nem. És mondta, hogy nem, ez a vasárnapi zárvatartás miatt van, úgyhogy az emberek nem tudnak hova menni, nem tudnak hol kajálni, mert hogy a plázák kizárvannak, rengeteg plázában rengeteg étterem is bezárt, ugye, mert azok sem nagyon nyitnak ki, és mondta, hogy már az előző hétvégén is, amikor ugye március 15-e volt, érezték, de azt mondta, hogy ez most már tendencia lesz, majd nem az utcán állt a sor, az emberek ölték egymást azért, hogy kaphassanak egy sült krumplit, meg egy sajtot. Nem hittem a szememnek. A kávét azt köszönjük, nem is kell.
tejet a termoszba, 2 liter. igen, és mindig még alapanyagot, vajat, igen, tojást, de hogy, és mondhatsz, hogy tényleg higgyük el, olyan volt, mint amikor egy turistabusz megrohamozza a Mekit, tudod, és az van, hogy Jézusom, hát akkor most mindenki gyorsan akar tényleg enni valamit, szerencsé, hogy a Mekafész külön van, tehát nem kellett oda sorbálni. Embertelen. De mi az emberek nem tudnak hol enni vasárnap? Vagy, vagy nem szerint... voltak erre felkészülve, hogy minden záron csak az a program, hogy akkor irány megkizni? Vagy hogy van ez? Beidegződések, ugye. Hát valószínű, igen. Vasárnap elmegyünk vásárolni. De plázába ettek eddig az emberek vasárnap? Hát, vagy legalábbis a délutáni ebédhez valót ott vették meg, aztán most már ezt már nem fogják tudni sajnos. Mi is, hogy jártuk így az országot, azt láttuk, hogy egymás mellett 3 hiper plusz 1 benzinkút, tök üres a parkoló. Tök üres, igen. Mindenhol tök üres. Hát igen. De most a plázákban például a mozi, meg az a pláza döntése. Az de nyitva lehet? Az éttermekben nem tudom. A mozikat azt tudom, de van olyan pláza, ahol nem nyit ki a mozi azért, mert hogy nem kevés volt a mozi forgalma, és akkor hétvégén nem éri meg fenntartani. Hétköznap van mozi. Hogy a plázán belül az étterem szerintem nem. Hát ha a pláza zárva van, akkor az egész pláza zárva van, kivéve tényleg a mozi. Szerintem nem nyitnak ki az éttermek sem. Na de hát ha már a mozit nyitva hagyod, vagy a mozi nyitva van, ahhoz a plázába be kell tudni menni. Ha be tudsz menni a plázába, akkor na jó, csak akkor, ha már az éttermeket is nyitva vagyod, akkor már nem éred el a célodat, hogy ne legyenek hogy a plázába. Ne legyenek emberek plázába, meg ne dolgozzanak. De ezt látod, nem tudom. Aha. Ezt látod, nem tudom. Jó nagy baromság, szerintem ez a vasárnapi zárvatartás sok szempontból. Hát, figyelj, már elkezdődött. Tisztelet, igen, azon kevés kivételnek, aki nem keres többet, vagy nem keres ezzel kevesebbet, tényleg a családjával tud lenni vasárnap, és nem is rúgják ki, vagy nem építik le. Van egy ilyen tömeg, tehát most tényleg lehet SMS-t írni, hogy nekünk jó, persze 10-ből 2-nek biztos jó, de 10-ből 8 inkább dolgozna egyébként, és nem abban ebből egy kevesebbet keresett. Egy példát hoznék egy ismerőst, akinél szintén az van, hogy vasárnap zárvatartás, ezért aztán azt csinálják, hogy nem 7-ig vannak nyitva hétköznap, hanem hosszabb ideig. Hanem 9-ig. Na de várjál, mert ottan 9 órakor, amikor te lehúzod a rolót, akkor neked még dolgod van. Igen. Ugye kassa, lezárás, akármi, ezt átnézni, azt átnézni. Most az anyuka, hangsúlyoznám még egyszer, 2 gyermekkel 10:45-re ér haza hétköznap, azaz azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig, meg néha szombaton is. Na? Igen. Tetszik érteni, ugye, hogy vasárnap... Nem igazán jó megoldás. Igen, igen, tehát, hogy este viszont nincs a családjával, de hát igen. Nem tudom, majd tisztulnak a dolgok, de egyelőre én nem nagyon látom azt, hogy a templomkertek tele lettek volna. Hogy ez miért lenne? Ja. Miért lenne jobb? Na mindegy, csak érdekes, hogy tegnap ezt megállapítottuk, hogy hihetetlen éjjel halni készülő tömeg rohamozott, és szinte verekedtek az emberek. Az lehet, hogy még, most nem, lesz. Hogy még nem volt benne az emberek agyába, hogy zárva van? Tehát, hogy meg kell, hogy ne, hát a mi kis oda jöttünk, az állj meg, van egy interspár, állj meg, ugorjunk, meg vegyünk már dolgot. Mondom, az most picit helyez, azért leültetnek. Megnézhetünk, megállhatjuk. Na, most bemegyünk. Biztos lesz. Parkoló biztos lesz, de most bemegyünk, abban nagyon nagy baj lesz. Legalábbis a forgóajtó nyitva van, mert van egy bankautomata, de tovább nem nagyon jutunk. Úgyhogy, hát meg kell szokni, szerintem. Nem? Át kell állni erre fejben. De. Ez a kisközérteknek jó, nálunk dugig volt az összes kisközért. És mindenki hirdetés, nálunk is van egy a gömbsarkon, hogy befordulunk az utcába, óriási betűkkel, vasárnap is nyitva. Most mindenki kiírja nyilván. Aki vasárnap nyitva van, hogy oda is lehet. Nagyobb a transzparens, mint a bolt. Igen, kicsit így el is húzta a bejárati ajtó, nem írta a súlyt. Igen. Na, mi volt még hétvégén valami? Hát, mi vasárnap 3 misén voltunk. Nagyon helyes. De. Hát ahelyett, hogy plázában mulatnátok az időt, látod, hogy volt értelme? Többször sorváltak áldozásnál, hiszen ostiát osztanak, a gyerek meg még nem reggelizett. Igen, nem tudtak elmenni plázába reggelizni. Hát a szombaton egy kis sport volt, vasárnap pedig Pécsváradon voltunk, megnéztük a pécsváradi várat, ahol volt egy ilyen kis egészségnap, és elég régen voltunk már ott 98 magasságában. Hát is ugye egy varázslatos helyről van szó, mert nem szabad elfelejteni, hogy 998-as alapítású ez a bizonyos monostor. Szent István királyunk még azt mondja, hogy Koppány után, de a koronázás előtt alapította, és az a megdöbbentő helyzet van ott, hogy az a kis kápolna, amit akkor építettek, azóta is van. Úgy van, ugyanabban a formában változatlanul. Tehát amikor bemész abba a kápolnába, akkor gyakorlatilag azt az állapotot látod, amit 998-ban láthattak. Ha. És azért az ilyen varázslatos, borzongató élmény, úgyhogy ezt a kis helyet néztük meg. De van-e fotó róla, ami fölkerül? Délután lesz, és kicsit későn értünk haza tegnap, úgyhogy nem tudtam nagyon leválogatni őket, délután felrokunk néhányat, hogy kedvet csináljunk ez a helyhez. Na látod, csak újra, na, újra visszatértek róla. A fotókat, vissza egy hétvégi picit. Fotó. Visszaédesgettetek minket a Facebookra, meg azok a kedves hallgatók, akik egyébként a Facebookon támogatták.
Ja, hogy beszéltünk róla, írtak? Persze, rengeteg írtak, úgyhogy nagyon jó fejek voltak. És mondom, megdöbbentő a hely. Tehát ugye az egész egyébként nagyon szép. Kajálni is lehet, megszállni is lehet. Tehát teljesen rendben van, meg hogyha ha valaki mondjuk egy hosszabb hétvégés kirándulást képzel el, hát, hogy a meccsekben, meg a környékén millió egy látnivaló van, meg hát Pécs is ugye ott van a közelben. De az, hogy, hogy elmész oda, és tudod, hogy 998 óta ott azt állnak azok a falak. Én a hasonló élményben csak szerintem a feldebrői altemplomba voltam, az még hasonló élmény. Bemész, és egy picit így leülsz, és akkor így... Bementél a kápolnába. Hogy bemarad a levegő, aztán szól valaki, hogy megyél már kettőt legalább, hogy ne fulladj meg. János elfejtett jegyet venni, jöjjön vissza, legyen szépen, hogy áhítatban vegyen lesz, és családi jegyet gyorsan. Értek, Szent István, hát itt volt! És üvöltet. Haj, gyerekek, akkor kirándulós hétvége volt. Kirándulás volt, és most már ilyentől kezdve az is lesz szerintem minden hétvégén. Pénteken a napfogyatkozás, hogy ment el? Észre se vette az ország. De én nagyon-nagyon sok embert láttam, mentem be az RTL-be, és nagyon sok embert láttam kint állni, kicsivel, nagyon. Láttam a Tesco parkolóban két okos látcsővel, gunkerral, de nem volt lesötétítve, két ilyen munkás embert. Mondom, úristen! Úristen! Fordultam vissza a kamponom, és így nézték, és ugye láttad, hogy nincs lesötétítve, most vagy az ő szemükön volt a szűrő, és úgy tették föl, nem tudom. A szűrő és kontaktlencsét. Belenéztek a napba. Két ilyen, gyere már vissza nézve, mondtak valami napfogyatkozásról, kettő darab kukera, figyelj, de végig lehetett látni ott a V-trófea, a benzinkutat. Álltak az emberek, és mindenki fölfelé nézett ilyen csoportokban, nem láttátok? Én mentem be a belváros, mert nagyon pont sokan. Azt akartam mondani, hogy a belváros észre nem vett. Tényleg? Én nagyon sokat láttam. Így érezted, hogy egy kicsit ugye sötétül, vagy ilyen szűrt fény volt. Nem ilyen, volt erős egyébként annyira, azt hittem jobb lesz. Igen, 60%-os kitakarásnál én is az, hogy egy kicsit azért lemegy a fényerő, így láttad, hogy mintha ilyen tompa fény lett volna. Én mentem be a városba, és direkt néztem, hogy mindenki, senki. Én nagyon sok embert láttam, de mondjuk ilyen gukkára belenézni az okos, nem? Az mondjuk elég. És vajon beszélgettek előtt, hogy mit mondtak, hogy belenézhetek? Csak aznál rövid ideig. Azt mondja, rövid ideig, de ha látcsővel nézel, az tompi. Én itt belenéztem, hogy ugye agyad már béne lehetne belenézni. Tudod, egy pillanatra itt kihajoltam, fél óráig olyan migrénem volt, hogy még vezettem be, és még mindig nem akartam eljönni, hogy ezt tényleg megcsináltam. Nekem le mondják már meg, hogy mit csináljál. Na, belenézek akkor is. Úgyhogy látod, a legjobb a Feröer-szigetek, szegények, hát ez most... Elutaztak egy halom pénzért, mindenki oda ment, tehát tényleg teljes napfogyatkozás. Innen a legszebb. Innen a legszebb, milliókat elköltötték, bevásárolt a hotel, repülő, stb. És felhős volt az ég. Fish and chips is. És azt olvastam, hogy perelnek, de nem tudom kit. Hát miért, mert itt a szigeteket? Nem. A szigetek lakóit? Az eget? Nem, a naprendszer. A naprendszer? A jó Isten, hát kit lehet perelni? Hogy felháborodott Feröer-szigeteki utazók akarnak most perelni, mert hogy a Feröer-szigetek azt hirdette, hogy itt látható a teljes napfogyatkozás, jöjjön ide mindenki, és hogy be akarják perelni a, én nem tudom, hogy kit egyébként egészen pontosan. Tehát, hogy a, hát nézd az a szigetet, vagy a polgármestert ott. A turista iroda, vagy az utazási iroda, aki meghirdette. Vagy az utazási iroda. Valótlant állított, hiszen nem volt látható. A meteorológiai intézetet. Bele kellett volna írni a hirdetésbe, hogy a jó idő esetén látható. De azért nem volt benne. Azért a elutazol. Idő esetén perelhetők vagyunk. Repülő, mész, látod nap, hogy én nem tudom, hogy lenne ennyi egy napfogyatkozás, hogy utazzak, nem tudom, 26 ezer kilométert oda-vissza, elköltsek rá másfél millió forintot, tehát szerintem ennyi nincs benne. Szép, fölnézett, tök jó. De oda mész, nem, és azt mondják, hogy most még felhős, de jó lesz reggel. Kimész reggel, nyújtózkodsz egyet kicsi, mindjárt a napfogyatkozás, az iskoláját még mindig volt felhős. Hú, a kutya fáját, ez már mindjárt kezdődik, mindjárt kezdődik, már vége? Igen. És állt, mit tudom én, fél millió elkeseredett turista, és mindenki bámulta az eget, és effektíve semmit nem láttál. Brutál, egyébként a Feröer-szigetek nem tudom, hogy szépe. Tehát, hogy van-e mit nézni egyébként. Nagyon. Viszonylag kopár. Kopár, hát, tehát semmi nincs. Persze. Konkrétan. Tehát vagy ez van, napfogyatkozás, de ha nem látod, akkor vége. Tehát akkor nincs mit nézned. Nincs nagyon, valószínű. Lehet, hogy aztán van egy-két szépség, de hát, ha mégis a napfogyatkozásért mentél, nem? Akkor kemény. Akkor azért az csúnya. Mindenhol jó, de itt a legjobb, higgyék el. Itt aztán egyértelmű. Itt egy csoda lesz. A parlamentárium előtt itt rengetegen álltak. Ugye, hogy álltak? Én is láttam nagyon sok embert. Arrafele kanyarodtunk, és láttuk, hogy ott rengetegen vannak. Tehát, hogy mondjuk ott valamennyire logikus is, ugye? Igen, a dolog, mert ott ezért egy szakszerű tájékoztatást is kapsz, hogy mi történik feletted, de iszonyú sokan voltak. Osztottak üveget, tuti. Kíváncsi ennek, hányan vakultak meg hányan mentek szemészetre. Egyébként nem. Tehát így hétfő, vagy vasárnap, mondjuk nincsen zárva a szemészetek, nem tudom, vagy ügyeletre, hogy valami baj van, mert hogy nem, 10 perc elmúlt a napfogyatkozás, de még mindig nem látok a fél szememre. Ezek a csillagok itt belül. Igen, mondom, nekem olyan fejfájásom volt, hogy megőrültem.
Jaj, gyerekek, hát olyan történt velem, ami eddig soha. Elaludtam Federer meccsén tegnap este. Ennyire is ki volt? Az a baj, hogy meg se tudtam várni, és úgy szégyellem magam, mert ilyet én soha nem csináltam. Ráadásul, hogy Gyokova játszotta a döntőt, tehát fogadhattunk is volna. Tudod az eredményt? Gyoko nyert, megnéztem reggel, igen. Ha nem tudtad volna, akkor még fogadhattunk volna. Akkor még, tudtam. Igen, akkor még nem. Belealudtál. Az a baj, hogy a női döntő elhúzódott, és szerintem csak ilyen 9:30 körül kezdték el, és egyszerűen nem. Egyszerűen nem volt erő. Csak a fülébe ne jusson. Bekészültem kajával, beraktam oda magam elé mindent. Hamburgert, amit vettem. Hamburgert, mi mindent bepakoltam, és a Simona Halep küzdött ott ezzel a Zsankovicsal, ott borzalom volt. És egyszerűen nem bírtam megvárni, és elaludtam. Ez már a vég. Hát ha ez már a vég, ha már Féderert se várom meg. Igen, ha ő se tart érte. De a kaja is kihűlt. Kézzel, amikor bekészítesz mindent. Velem volt már ilyen minden, oda van vágva, oda van téve, igen, hogy fogod a kis tárcát, beülsz a fotelbe, és az milyen bácsis? De az milyen bácsis tényleg, hogy én is lefekszem. De nem szabadott volna ágyból nézni, csak egy helyen jön csak a digi, és ott viszont csak ágy van. És akkor így... Na, ülj le az ágyra. Az ágy szélére kellett volna leülnöm, na mindegy. De valaki írja már meg, hogy jó meccs volt-e, vagy egyértelmű Gyoko fölény. Egyértelmű Gyoko fölény, nyilván. Igen? Fú, nagyon jó volt Gyoko. Roger is ihletette játszott megint, de Gyokot láttam Murray ellen, hát az... Hogy játszott? Ihletett formában. Ezt így szokták volna. Ihletett. A teniszben is van ihletett forma. Ez bármire mondhatod, persze, ez bárhol. Bárhol mondhatod. Én azt hittem, hogy egy ügyes fiú jól összekaj. Ihletett formában. Én egyik tartott, azt írja valaki. Egyik tartott. Atya, az nagy meccs volt. Elkezdték 10:11-kor, az megnézted volna, nem kellett volna lefeküdni, mert akkor az éjszakai etetés rögtön a meccs végén ott van. A 1:30-kor már gyorsan cumi a szájba. És akkor 2:00-kor ledőlsz egy kicsit aludni. Igen. Ha, gyerekek, na nézzük az SMS-eket. Mit írnak a hallgatóink? Azt mondja, hogy csak a vásárlók elől van bezárva az árufeltöltés, továbbra is folyik. A vasárnapi zárvatartást illetően írja nekünk egy hallgató. Hát... Akkor most mi van az, hogy vasárnap nem dolgozhatnak az emberek? Hát és ha szombaton bezárnak este, akkor szombaton nem töltik föl hétfőre? Azt nem tudom. Lehet, hogy vasárnap töltenek, hát az lehet. Szombaton voltam bevásárló központban, jól laktam vasárnapra is, így vasárnapán nem kellett ennem, nagyon praktikus volt. Ez okos. Szép reggelt nektek, sziasztok! Aztán olvassátok be, kérlek, ma jöttünk haza, 2 hétig itthon hallgatunk benneteket, aztán irány vissza Malmö, Viki és Jani. Vigyázzatok magatokra. Akik már akkor újra Malmöben vannak, ha ma jöttünk haza, akkor már ott vannak, igen. Anyám hívott, tegnap elromlott a mosógép, menjünk, vegyünk, kérdezem én, hol? Ugye, hát ezt se tudod elintézni vasárnap, igen. Kiskapu a vasárnapi zárvatartáshoz azt mondja, hogy vannak boltok, amik nézegetős boltok lettek, nincs kaszt. Nézed a cipőt és kéred, nem adják oda. Hétfőn felírnak. Hétfőn futárszolgált viszi a címedre. Óriási. Uh-huh. Bemész, kiválasztod, de nem tudsz fizetni, mert hogy ugye kasszát... Igen, de hétfőre megkapod. De mondja, nem lehet nyitva úgyse. Tehát úgy, hogy nem árulsz, mi az, hogy nézegetős bolt. Attól az alkalmazottnak ugyanúgy ott kell lenni. De te nincs ott. Hanem kiállott senki. Igen. A tulaj nem megy be nyilván vasárnap dolgozni. Nyitva van a bolt, és csak fél pár van kitéve, azt úgyse lopod el. Ja, és akkor megnézed. És beírod, hogy Józsi, van egy füzet, és beírod, hogy Józsi 46-os, kerület. Fehér darab, 2 darab, beírod, hogy mit szeretnél, igen. Azt egy kicsit más volt a fény a napfogyatkozás illetően, és a levegő lehűlt, írja is eri, hogy persze, a varjuk elhallgattak, a gólyák nem repültek, semmi nem volt. Éreztetek ebből valamit? Semmi. Hát a lehűlésből nem, mert egyébként nem. Semmi nem volt. Mi alapból templomba járunk vasárnap, de tegnap sem voltunk többen. A plázázók nem hozzánk jöttek. Írja nekünk egy hallgató. Hát attól nem lesz olyan több hívő, hogy bezárják az üzleteket. Na, de nem is ez volt a cél, hogy templomba menjenek az emberek. Hát azért ez... De egy picit az is. Templom kertben. Ja, ezt valami elvetem, hogy KDMP is mondhatta maximum. De nem ezt mondták, hogy azért járjuk be, hogy járjatok templomba, hanem azért, hogy akik vasárnap dolgoznak, ne dolgozzanak. Azt még írjátok oda az aljáratóni, hogy... Igen, de nem, ez azért ez nem volt fő cél sehol. Hogy akkor most mindenki menjen templomba. Na, hogy állunk játékkal? Mennyire kaptunk ki a múlt héten? 4-1-re. 4-1-re. Nagyon elfenekeltek bennünket. Jó, állítsuk mellé a heti mérleget, ami 9-1. Na, érted? Uh-huh. Ja, bármint heti bontás a van. Heti bontásos mérlegünket, ahol 9 nyerhet, hetünk van, egy döntetlen, és egy kikapás, így van, a múlt hetet picit elengedtük, 4-1. Na, bum, volt már ilyen. Ajajajaj. Most csak nehogy tendencia legyen. Hát nem. És most ugye picit feszesebbre is kell vennünk a dolgot, ha egyetlen csak egyet bukhatunk. Hát olyannyira, hogy ha egyet elbukunk, akkor már csak holnap döntetlen, mert hogy holnap vagyunk utoljára, ugye? Aztán elmegyünk egy
egy kicsit pihenni. Szabadságra megyünk egy másfél hét erejéig. Úgyhogy hát nagyon fontos itt most minden győzelem. Mert ha egyet kikapunk, akkor már csak döntetlenre hozhatjuk. És akkor újra. Újra. Jó, de most a kétnapos munkahét is ugyanolyan erősnek számít, mint az ötnapos? Hát az ugyanúgy. A nyert hét. Nyert hét, döntetlen vagy elbukott hét lehet, persze. Hát kettőből is el lehet ezt a dolgot bukni. Na. Akkor most csináljuk azt, hogy meglegyen az átlag, hogy 2,5 perces játékok legyenek. Akkor igen, úgy van meg az 5 perc. Jó. Igen, akkor kijön az ötlet. Vagy az 5 perc. Na jó, van, lehet jelentkezni játékra. Ha valaki játszana velünk, jó, akkor írjon nekünk nyugodtan SMS-t. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a játékkal a hírek után. 3:48-at akarok már mondani. Hát gyerekek, mi van? 3:47:03, jó reggelt kívánunk. Mindenkinek már ilyen korán egy órát próbáltam hozzá tenni a dologhoz. Azt mondja, hogy Erzsébet híd felé a Hegyalja úton egy autónak kitört a kereke, jobb oldali sávot elfoglalja. Sisza küldte nekünk, négyesen a ceglédi körforgalomban felborult egy román kamion, írja nekünk Sugi Zoli. És belenéztem a napba pénteken, annak ellenére, hogy tudtam, és vagy 100 000-szer elmondtátok, hogy ne tegyük. Ma megyek személyzetre megérdeklődni, hogy örökre oda a bal szemem éles látása, vagy csak egy bizonyos ideig lesz a fókuszpontomban egy kis vibráló foltocska. Nem voltam okosabb Petőfinél. Vigyázzon mindenki, tényleg nem vicc, Sanyi. Ott van egy kis vibráló foltocska, hogy megég a retinád, nem? Azt mondta a szakember, hogy akár a napfogyatkozás képe is beleéghet. Tehát a kitakart nap képe beleéghet. Azért azt egy idő után elkezded unni. Van, aki nagyon bánkodik, hogy lemaradt róla, te meg így... Igen. Én már 2 hónapja nézem. Jó, de azért most már eltűnhetne. Most már tényleg. Igen. Az kemény. Hát Sanyi, köszi, hogy megírta, drukkolunk, hogy ne legyen semmi. Érdemes egyébként. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy vagyjön már, hogy ez csak humbug, ez csak ilyen pánikkeltés és ilyen. Ha már sok erről hallod, akkor azért már szerintem, hogy az ember éljen a gyanúperrel, hogy van benne valami igazság. Én tudom, ezt erről beszéltünk mindenki, de én mondtam, hogy érdemes lenne arról bizonyítani, hogy hétfőn hányan ülnek a személyzeten, akik tényleg belenéztek. Tehát mondom, én komolyan láttam 2 embert, aki ezt csinálta így. 2 ilyen munkás ruhában ott a Tesco parkolva így. Azért ott, amikor először ugye fókuszálsz, nem találod. Először megvan. És Dukker, a látcsövel a kezedbe hirtelen befogod a napot, ugye? Azért ott ordítod. Megvan. Nem látok, csinálj valamit, Sanyi, csinálj valamit. Szóval azért az nagyon, és az nagyon kemény. És kikapja az üvöltőnek a kezéből a halveri a távcsőt. Ugyanis nekem is! Ennyire szép! Tényleg! Ennyire durva! Miért üvöltesz? Ennyire jó, hagyd nézzek bele. Csíra. Igen. Mondtuk sokszor, hogy mindenki vigyázzon magára. Valaki azt írja, tegnap kínomban kertészkedtem. Az jó. Hát legalább rend van a kertben. Legalább ki tudtál menni a kertbe, kicsit ott voltál, kicsit kertészkedtél, igen. De lehet, hogy nincs saját, és ez a szomszéd. Az mondjuk tényleg nagy kín. Vagy például közterületre ment ki. Az meg pláne igen. Na megnézzük, hogy ki a hét első és majdnem utolsó játékosa, mert hogy 2 játszunk összesen, ugye ma és holnap, úgyhogy minden győzelemre szükségünk van, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Dia, hello, Dia! Sziasztok, Dia vagyok. Honnan hívtál? Pécsváradról? Így van. Tegnap találkoztam olyan Janival, ezért szívtam meg. Ne szórakozz már, de tényleg, végre kiszakadunk a Jani kerületéből. Végre nem egy cukrász. Ki végre telefonál? Nem Lőrinc, erre Pécsvárad. Erre Pécsvárad, tegnapi találkozás. És hol találkoztatok? A várban voltunk, amikor éppen kirándult, én meg ott masszíroztam egész nap. Pont a pihenőidőm alatt láttam, hogy a családjával éppen, nem tudom, nézegették a várat, meg sétálgattak. Igen, próbáltam őket lerázni. Igen. Virág nagyon sírt, hogy apa, menjünk játszani? Nem, de nagyon szép kislánya van. Apa, mindjárt vége a vasárnapnak, menjünk vala játszani, tudod, vagy vízpalatra, vagy valahova, apa. Nagyon szép ez a vár. Mondtam, hogy nem édességet ettek éppen. Aha. Megláttam a diát, és gyorsan mondtam Virágnak, hogy menj anyád után, gyorsan megmondanám, hogy mit csinál az autónál. Rájöttek, majd jöttek. Van egy projektünk, segíts anyádnak felfújni a kereket addig. Nagyon-nagyon sok voltak. És te masszíroztál? Igen. A várban van masszírozás. Kit masszíroztál? Igen, tegnap nyílt meg egy ilyen dögönyöző rész, és akkor így előre be lehetett jelentkezni, és akkor pihentem.
Elmegyek várat látogatni, és azt mondom, hogy meguntam, akkor kicsit odafekszem a kezed alá. Már ott van ott egy ilyen szállod, és ott egy ilyen szolgáltatás, és sajnos nekem minden nem férhetett be. Meg őrülök, mi el kell mennünk várat látogatni, Feri. Most komolyan mondom, hát eddig rohadtul nem érdekelt az egyik várs, de így, hogy dögönyöznek. Hát fölmész kocsival, bemész a dögönyözőbe, visszaszállsz. Pécsvárad. Tényleg kocsival be lehet menni a várig? Előtte állsz meg. Pár métert kell csak nyalogolnod, úgyhogy bejöhetsz. Az sok. Az nem tudok kiegyezni ezzel. Csak ha az a vár főterén meg lehet állni autóval, csak oda vagyok hajlandó elmenni. Kivel szeretné játszani? Hát a Janival. Várassal, tartson össze. Na, Dia, figyelj, szükségetek van minden győzelemre, nem akarlak sokkolni. 2 napot vagyunk a héten. Úgyhogy húzzál bele, mert ha elveszted... Igen, akkor már csak döntetlenre tudjátok hozni a hetet maximum. Mehetünk? Persze, igen. Na hát akkor 3-2-1, és hajrá! Régóta masszírozol már? Szia! Körülbelül most már 2-3 éve. Milyen jellegű? Sportmasszázs? Sportmasszázs, frissítőmasszázs, csokoládémasszázs. Csoki masszázs! Pontosan! Ezt úgy elképzelni, hogy az ember testét bekenik csokoládéval? És ezt hogy távolítják el? Le kell mosni egy ilyen nedves kendővel. Hát... Volt, aki már meg akar tenni? Ki kell hagyni. Volt. Hárommal már kipróbáltuk. Volt boldog befejezés? Volt? Boldog, természetesen boldog. Mindenkinek ajánlani tudom. A várban ettél is esetleg valamit? Vagy a helyi cukrászat kipróbáltad? Mondtam is, hogy hagymaszagom van. Emlékszel? Igen, emlékszem. Ott a vége, de szép volt, Jani! Az 57. másodperc. Az utolsó utáni pillanatban, igen. Király! Dia, hát pedig majdnem megvolt, 2,5 másodperc volt hátra. Igen, már indult a taps lassan, igen. Valószínűleg annyira döbbenetes volt, Jani, hagymaszaga a hét. Hát nem figyelj, mondtam neki, mondom, hagymaszagam nem zavar, és akkor megmondta, hogy neki meg masszázsolaj. Hát mondom. Igen. Jó, van, nem baj, azért ugye volt, köszönöm szépen. Hát, Dia, nagyon köszi. Én is köszönöm, szép napot nektek. Ciao, szia. Szia. Ez igen. Medvehagymás szagod volt, vagy újhagymás? Igen, újhagymás. Jó volt egyébként az étterem, csak oda jött Dia, és készítsünk egy közös fotót, és éppen akkor, hogy meg eleresztettem egy... Hogy nem akarom tudni. Eleresztettem a gyerek kezét, hogy szaladjon az anyjához. Pont oda, mi? Oda pukantott el. Hogy is, hogy ne, csak jött belőlem egy kicsit még azért. Ez ilyen tudod, és én nagyon brutál úszés. De jaj, jó volt ez az egész. Jani, szia, csináltunk egy fotót. Oh. Jó, csak álljunk arra, mert nem jók a fények. Mennyire papíros történet, ezt tudod? Így állam belőlem az ebéd után ételszag, és akkor pont oda szaladt, és kicsit kényleg, mondom, elébe megyek a dolgoknak. Tudom, milyen az, amikor meg. Az ember nyel egyet, és tudod, utána egy kifújja levőt, így oldal, tudod, nem akarod ráfújni a családra. Az is erre egy csinálja. Jani, szabad egy közös... Majd máskor, biztos jöttök még Pécsváradra. Igen, de gyorsan meg is jegyezted, hogy ez... Gyorsan elébe mentem a dolgoknak, és akkor mondta, hogy neki meg egy kis masszázsolaj szaga van. És aztán elárulta, hogy ő a masszőz. Hát figyelj, Feri, tényleg egy csokoládé masszázs. Srác, nem olyan rossz dolog egyébként ez a várlátok. Én azt hittem, csak minden a kövek és kövek, érted? Csoki, lenyalás. Mindenféle feliratok, amiket úgy se olvasol el soha, mert olyan hosszú, hogy nem állsz neki, erejt meg csokival masszázs. Figyelj, ott volt a zsebemben 2 csomag rágó, de mondtam Mólinak, hogy szaladjon már ki, mint a kocsi, azt meg kéne. Addig te tartod a kapcsolatot a hallgatókkal. Hát ilyen egy igazi műsorvezető, hogy hétvégén is odaadja magát. Nézd, ott van egy tábla, Vak Béláról van rajta valami, menj már olvasd. Igaz, latinul van, nem baj, olvasd el, tanulj addig. Tanulj meg. Móni. Vegyél magadnak valami, drágám. Na gyerekek, jól van. Oké, hát akkor 1-0-ra megyünk így viszont, és ez azt jelenti, hogy már csak döntetlenre hozhatják a hetet. Ezt a kis nagyon pici, apró, rövid kis csonka hetet, amiért ne nagyon utáljatok minket, de holnap vagyunk utoljára, úgyhogy szép volt. 4 perc, pontosan 7 óra, Szújó Zolival jövünk, egy kicsi Forma 1, egy kicsi Zoli, hogy is mondjam, helyzetjelentés, felhívjuk. Egy kis pizsamadivat. Egy kis pizsamadivat, mi a helyzet vele, és megkérdezzük, hogy hogy került ki a német nagydíj, mert ott 1960 óta nem történt ilyen, hogy hivatalosan is töröljék ugye a német nagydíjat, vagyis egy futammal kevesebb, július 19-én került volna sor,
Így viszont, tehát 20 helye 19 viadalból áll majd a futam, és ezzel kapcsolatban rácsörgünk egy picit, ami drága Szújó Macinkra, hogy mondjon nekünk erről egy-két érdekes dolgot. Illetve hát ennek Magyarország örül a legjobban. Bizony. A jegyeladások gondolom majd az egekig hasítanak, hiszen pontosan előttünk van mindig a német futam. Ugye? Tőlünk mennek Szabira, viszont nem lesz német futam, úgyhogy mindenki ide jön majd. Jönnek ide. Tök jó. Ez egy nagyon jó hír. Ráadásul Rosberg hasít, úgyhogy. Igen? Aha. Ja tényleg, hát a két merci. Ettől kicsit unalmas is a dolog. Na, de majd Szújó Maci rendet tesz, ami kis butucska fejecskénkben, hogy mi a helyzet. Butucska? Butucska fejecskénkben, hogy mi a helyzet a Forma 1-el, úgyhogy őt hívjuk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánom minden drága Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, mondjuk, hogy egy picit mi szabadságra megyünk majd. Na, nagyon hosszúnak tűnik a dolog, de nem olyan hosszú igazából, másfél hétről van szó, csak jön utána egy húsvét. A korokhoz képest. Igen, jön utána egy húsvét, úgyhogy majd kedden leszünk újra, méghozzá húsvét után igazából, de a misszabénk csak szerdától péntekig tart, egyébként már hogy most szerdától jövő hét péntekig, utána viszont jön egy húsvét hétfő, hál' Isten, nagyon korán van most húsvét. Így van. Nem, tényleg. Ugye az mindig a hold és az utolsó és a számolnod kell, de van, amikor április közepére vagy majdnem végére esik, ez most egy korai húsvét. Egyszer emlékszem, volt augusztusban is. Igen, igen. Egy kicsit későn ébredtetek. Számomra sokkal, volt hús, sokkal furább, hogy megint hétfő, de hogy nem értem, hogy minden változik, nem? Szenteste is, március 15-ig, és ez valahogy ragaszkodik a hétfő, ez tényleg megint indokolatlan számomra, hogy egyszer hogy jön ki. Már a szilveszter és 30-ára, nem? De tényleg, tehát hogy hogyan fenében van mindig hétfő húsvét, nem értem. De hogy, és figyeld, mindjárt jönnek az SMS-ek. Azért van hétfőn, te paraszt. Figyeld, mindjárt. A sok humor érzékeny, figyeld. Kevesebbet hogy kéne pofázni, többet olvasni. Hogy kell fehergelni a hallgatókat, igen, igen. Csak Lang Györgyi ne írjon, hogy ne, ezek a parasztok nem tudták. A másik oldalon nem tudják ki az a Kenichiro, itt meg nem tudják ki az a húsvét. Vagy mi az a húsvét. Drágák, ne írjatok, humorizáltuk. Hogy, szóval nem leszünk, jó? Ez csak azért mondjuk, hogy senkit ne érjen váratlan a dolog. Viszont hál' Isten talán nem nagy képviség azt mondani, hogy vannak jó pillanataink, vagy talán voltak, ha megengeditek nekünk ezt a nem túl erős túlzást, és senkit nem hagyunk reggel nélkül. Már csak a múltatagból éltek. Most akkor írjátok meg, hogy igen. Hova menjünk, és miért látogassuk meg az anyánkat, és mit csináljunk vele. De hogy szóval a legjobb pillanatokat válogattuk össze, és ezt hallhatjátok majd. Tehát leszünk, csak talán egy-két új résszel azoknak, akik nem hallottak bennünket minden reggel. 7-én jövünk. Jó, beírhatod. 7. A mindenit azért ez jó hangzik, basszus. Nem mondok a sokszor, mert még föltűnik a vezetőségnek is. Jó lesz ez. Milyen hosszúra mondtak, igen. Milyen hosszúra mondtak, ámen. Jó lesz, igen. Sokan kérdezik, egyébként nem, de a pécsváradi kirándulásról majd igen, sokan kérdezik, szám szerint nulla. Nem, hát az a hallgató, aki játszott, akinek van közös fotója, ő kérdezi. Nézem, az SMS falat szám szerint zéro, de folytasd. De délután természetesen lesznek fenn képek majd a pécsváradi monostorról, illetve pécsváradi várról majd képek. Balázsnak mutattam néhány képet, és megjegyezte, hogy nagyon szép ez az egyébként 2017 éves kápolna belőről, csak picit kevésé van kivakolva a fal, némi tapéta, jól jönne még rá, és pár kaspó virágokkal. Igen, én tennék egy szőnyeget, egy szép tapétát, kicsit megvilágítanám, igen, egy kanapét ledobnék, tehát valahogy feldobnám, nagyon szép. Ledes rejtett világítás. Igen, egy álmennyezetet és egy ilyen rejtett világítás, de mutatott a Jani 5 évvel ezelőtti képeket, meg mostani képeket, és nagyon szép, azóta letettek néhány széket, hogy le tudja előni. Kiszúrtam, mondom, nézd, itt már vannak székek, ezért megérted 400 kilométert autózni. Kőpadló lett, és székeket is letettek be. Nagyon meg, hogyha fájdott a csalódott lettem volna mondjuk, hogyha megvalósulnak ezek a tapétázás, meg kaspózás, meg hasonló dolgok. Ugye ezt az élményt kerestem újra, és hál' Istennek meg is találtam, de milyen érdekes lenne tényleg elmenni, és akkor azt lehetne, hogy radiátorok vannak a falakra szerelve. Tedd otthonossá. Érted? Megy a turista. Megy a turista, rendesen le tud ülni, melegbe van. Hát azért ez jó lenne, nem? Tudod a Forma 1-et nézni a tévén. Figyelj, otthon zavarna a vakolatlan fal, itt nem zavar. Engem, de megjött gyerekek. Azért esik hétfőre a húsvét, mert húsvét. Ha nem húsvét lenne, akkor nem hétfő lenne. Aha. Hogy még egyszer? Nem smiley el, ezt valaki tényleg megírta a felvetés után, igen. Aha. Na, szóval, hogy Jani képei akkor délután, jó? Várjatok még egy kicsit, tényleg. Jó, ne fagyasszátok már le az SMS falat. jönnek a képek. Azt mondja, hogy
Nézzük a közlekedési híreket. 85-es számú főúton Kóny Csorna közötti szakaszon útépítés miatt félpályás lezárás, hatalmas dugó araszol a kocsisor, ami már 5 kilométeres. Laci, köszi. Aztán baleset történt Pápa Tapolca fő belterületén, két autó ütközött, rendőrök irányítják a forgalmat, Benfikülte, és Tököli úti felüljáró Szolnok, nagy baleset, 4 autó rohant egymásba a város felé, ott is mindenki vigyázzon. Ezt is SMS-ben kaptuk, valami Micskorcon motoros baleset, a villamosok leálltak, üdv a festő, és hát tulajdonképpen ezek a legfrissebb közlekedési hírek. Na. A főváros meg ugye elfelejteni. Már a közlekedésileg. Tehát Szél Kálmán, villamos, Margit híd. Ott meg az M1-M7 kivezetőn is van valami nagy átalakítás. Igen. Bizonyám azt mondja, hogy a harmadik kerületben közműépítés miatt azt mondja, hogy Pomázi út, Aranyhegyi út útvonalon lesznek kisebb, nagyobb, inkább nagyobb problémák. Igen. Ezt is jelezte a BKK. Betty 7 óra 14-kor elküldte, reménytelenül gyávák vagytok, bizonyítsátok, játszatok velem. Rendben, Betty holnap. Okay. Megpróbáljuk ezt legyen Betty? Abszolválni. Tessék? Legyen Betty. Ne legyen holnap Betty. Előre, nem ígérünk előre, tudod, ebből már volt baj. Ez is igaz, igen. Los Lobos lesz az ismétlésben, siker garantált. Ez micsoda, amikor spanyolul beszéltünk egy kicsit? Ez az a rész? Igen. Annába betetetjük, megkeressük. Ha megvan, még megismételtetjük. Amikor fél órán keresztül spanyolul beszéltünk. Hát a spanyolul az hát, ugye, na, tudod. Hát és spanyol. Hát, kicsit spanyolosan, nekünk igen. Az már spanyol. Na, gyerekek, Forma 1, ugye kikerült a német nagydíj, és hát nyilván a Hungaroring tulajdonosai, rendezői, és az egész ország örülhet, hiszen előttünk kipipáltak egy futamon. Ugye? A német nagydíj az pont előttünk volt mindig, és 1900, nem is tudom, 60 óta nem volt arra példa, hogy töröljenek egy futamot, viszont a német nagydíjat hivatalosan is törölték a programból. Ráadásul egy ilyen patinásat. Azért érdekes a dolog, a német nagydíj meg a magyar nagydíj összefüggése, hogy például a Hungaroring már azt is megérezte, hogyha a német nagydíjon mondjuk már így közel kerültek ahhoz, hogy eldőljön a futam vég, vagy az egész bajnokság végeredménye, akkor már kevesebben jöttek. Ha még nagyon izgalmas volt, akkor többen jöttek. Úgyhogy most szerintem, hogy az nem lesz, egy nagyon szép teltházat tudunk csinálni. Teltház lesz nálunk, igen. De ez hogy Börni megharagudott a németekre, és azt mondta, hogy jó, akkor most kipereltetek belőlem, nem tudom, 90 millió eurót, 100 millió, és akkor a fene vigye, akkor én nincs nálatok futam. Nyilván ezt valahogy máshogy csomagolta, de nagyjából ez lehet az üzenete, nem? Hát ő tavaly elvesztett Németországban egy pert. Egy vesztegetési pert, és egy szabad szemmel már jól látható összeget, nem tudom hány millió eurót kellett kicsengetnie, hogy végül is peren kívül megegyezzenek, vagy Börri ne vonuljon be valami berlini börtönbe, ahol valakinek a Moncsicsi lett volna. Nem baj. Nem szívesen vagy már 92 évesen. Valaki bimbora csíptette volna az öregen. Igen, azt csak föl Börri bácsi. Ott ül Stefán, tudod, nagyon kivarva, nagyon, és Börni a kis Moncsicsi lett volna még abban a 10 évben, amit esetleg Börni él. Vajtere, vesd be a pricsem. Igen. Te kis nyuszi. Börni nem akart Moncsicsi lenni. Aztán menj, zuhanyozz le. Úgyhogy... te hanvas testű 70-es. Gondolod, de mit csináltak Börnivel egy börtönben azért? Ott mi lenne vele, érted? 80 évig repkedsz a magárepülődön, milliárdos vagy bármit, bárkit, bárhol megvehet, és utána bevonulsz egy börtönbe, van egy 4 négyzetméterre kis szobád, ott még vagytok hárman, Stefán, Günther meg Börni. Günther szereti Stefán, Stefán szereti Günthert, és Günther és Stefán is szereti Börnit. Azért és a szívben harmadik névként bekerült volna Börni is. Stefán föltetováltatja magára Börni feliratot a szívbe. Stefani Hlibe Börni. Szóval azért az kemény lett volna, de Börni ezt megúszta. Börni ebből is kicsúszott, Börni olyan, mint a szappó gyerekek. Tehát egyszerűen nem tudod elkapni, mindenhonnan mindig kimászik. Egyértelmű bizonyítékok voltak a vesztegetése, de mégis valahogy jó, Börni kialkulta. Mondjuk egy vesztő alkat szerintem a síten is, ahogy bekerült volna. Lázadászított volna. Az biztos. A fehér hatalom mellett. Igen. Vagy legalábbis szerzett volna 3 börtöngokádot, és megrendezte volna Berlin. Eladta volna 3 televíziónak, és biztos, hogy a német RTL a SZAT egy élőben közvetítette volna, és Börni 5 éves pályafutás alatt keresett volna azon, hogy megrendezte az első berlini börtönfutamot. Ebben egészen biztos, hogy hát ő a jéghátán is megél. Már ahogy a jogdíjakat megszerezte a 60-as években, zsarolt, vesztegetett, minden az övé lett. Tehát Börni nagy. Tehát lehet, hogy Börni most ezt a vesztegetést egy még nagyobb vesztegetéssel úszta meg. Simán lehet egyébként, hogy megkente az ügyészeket, igen. Na mindjárt megkérdezzük, hogy esik ki egy futam. Itt van már is velünk Szújó Zoli, jó reggelt! Szújó Maci! Na, lassan azért lekophattam, mint állandó eposzi jelző. Jó reggelt, sziasztok! A szú jó, hát most csak a macizzunk. Igen, hát, macit nem mondhatok csak úgy mégse. Igen. Hello! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt. Akartam érni, hogy azért húsvét hétfő, mert hétfő, hát értitek.
Figyelj, egyre érzékenyebb a közönség, már láttam, hogy a másik rádió műsorban mi veri ki a biztosítékot. Itt már nagyon kell vigyázni, hogy ki mit mond, mert itt már mindenki ugrik mindenkire. Tehát politikailag látszik, ezek a korrektnek kell lenni, gyerekek. Ez manapság tudom, hogy nem könnyű, de azért meg kell próbálni. Most már úgy néz ki, hogy ezek a típusú rádió műsorok, mint a miénk is, vagy mint a bocsék is, már egy ilyen szelepként működik. Tehát, hogy mindenki elégedetlen, mindenki ingerült, hallasz valamit a rádióban, és szétszeded a műsorvezetőket. Akkor van nagy baj, hogyha már ezek a szerepek sincsenek benne a rendszerben. Hát igen, 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 igen. Reméljük, hogy még igen, mert akkor aluljon ki. Igen, egyébként a Forma 1-es közvetítés meg a kommentátor is tud szerepként funkcionálni, tehát kapok én is hideget, meleget, hogy akkor mennyire Hamilton rajongó vagyok, és hogy ez annyira lejön a közvetítésre. Igen, az meg nem szép. Nem tudsz igazából jót csinálni, ugye? Tehát nem tudsz, illetve addig jó, amíg ugyanúgy írnak a Rosbergesek, meg az Alonsosok is, és ezek kielégítik egymást, mert akkor valószínűleg nem csúsztál el egyik irányba. Hogyha nagyon sok jön egyfajtából, akkor ott tényleg egy picit talán végig kell gondolni, de hát ezt is csak módjával. Na mi van azért, drága Alonso, ma javul? Javul. Állítólag a következő néhány órában Malajzia felé veszi az irányt, és akkor Kevin Magnussentől átveszi ezt a világverő csodagépet. Figyelj, de ez hogy van tényleg, hogy 5 évig haldoklik a Ferrari, ez az ember eljön erre a Fettel, azonnal becsúszik egy viszonylag erős Ferrarival. Tehát valami olyan rossz szériában van a pali, pedig én most már tényleg nagyon rukkolok neki. Ilyen nincs, hogy 5 évet lehúzol valahogy, és utána Ferrari magához tér. Hát, hogy a világ óriási pekje. Egyébként nyilván ő is áldozatává vált annak az átszervezésnek, amit itt végrehajtottak a Ferrari, és tényleg gyökeres, tehát ott azért sok mindent átalakítottak, technikai személyzet, szenior tervezőmérnökök és így tovább. Hát vannak ilyen időszakok, meg vannak ilyen viszonylag pekesebb emberek a formai történetében. Mondjuk ezt úgy azért, hogy ne felejtjük, hogy mégiscsak kétszeres világbajnok, de azért akkor még nem beszéltünk a Webberekről, a Barrichellókról, a Gerhard Bergerekről, akik szintén... Az örök oda nem érők. Igen. És lehet, hogy Rosberg is ebbe a kategóriába fog tartozni már idéntől, pedig nekem meggyőződésem, hogy nagyjából ugyanazt tudja, amit Hamilton. Na de Bernie Ecclestonnál tartottunk meg az elmaradó német nagydíj. Gyerekek, ez a világ szégyene. Na, mesélj. Hát ugye, igen, ahogy te is mondtad, 1960-ban nem volt egyes futam, egyébként Forma 2-est rendeztek abban az évben is, de akkor F1-es verseny nem volt. Érdekes, ugye a tradicionális helyszín az a Nürburgring Németországban, ugye 76-ban volt itt az emlékezetes Niki Lauda féle baleset, és akkor 77-ben ugrott le a Hockenheim, mert tulajdonképpen a félig meddig a Mercedesnek egy egykori tesztpályájáról van szó. És idén ugye most a Nürburgring következett volna, mert egy pár éve már váltásban csinálják a Nürburgring és a Hockenheimring. Igen, ám, de a Nürburgring tulajdonos váltáson esett át, azt hiszem egy orosz figura lett az új tulajdonos, aki nem tudott megegyezni Bernie Ecclestonnal, aki egyébként még a per kellős közepén, amikor egyébként, aminek a végén 100 millió eurót fizetett Bernie. Akkor jól tippeltem, én ilyen 89-re emlékeztem. Igen, ahol 10 elment a német gyerekhospice alapítványnak, és akkor 9-re maradt a tartománya. Szóval Bernie Ecclestone bejelentkezett a Nürburgringre, hogy ő megveszi azt a pályát. Tehát azért egy gesztus gyakorolt, hogy ő megpróbálta hóna alá nyúlni a Nürburgringre, de nem sikerült. Akkor megkérték a Hockenheimringet, hogy ugyan ugorjatok már be idén, mert az mégiscsak a világ szégyene, hogy egy konstruktőri világbajnokotok van a Mercedes személyében, meg Sebastian Vettel négyszeres világbajnokként beült a Ferrari-ba, ami azért szép emlékeket ébreszthet a német Forma 1-es rajongókban. És a Hockenheiming az utolsó utáni pillanatban elkezdte összerakni ezt a projektet, de most bedobták a török között, mondván, hogy nem tudnak elég egyet értékesíteni. Figyeljetek, ez egyébként tényleg szégyen. Gyorsan belenéztem a Forma 1-es statisztikába, és 1996-ban például, ami azért nem volt annyira régen, mondjuk 20 éve, és hozzáteszem gyorsan, hogy 10 éve elképzelni nem tudtuk volna, hogy nincs német nagydíj, amikor a Schumacher őrület a csúcsán volt. Hát két futamot rendeztük, ugye Nürburgring itt az Európa nagydíjat, ahol kell menni meg a németet. 96-ban 16 futamot rendeztek a VB során, 16-ot, ugye idén 20-tal indultunk, most tartunk 19-nél, abból a 16-ból 10 európai nagydíj volt, ez közel 69-70%-os arány. Most 2015-ben a 19 futamból 7, azaz 7 európai van, ez 37%. De ezt már évek óta prognosztizálják, ezt pont veled is beszéltük, hogy el fog tolódni Európából kelet felé. Mert hogy ez Bernie Ecclestone nagyjából 15 évvel ezelőtt megmondta, hogy kialakul majd egy harmadik világ gazdasági szempontból is, és akkor nézzük, hogy hol lesznek és vannak futamok. Ugye Abu Dhabi, Bahrein, Oroszország, megyünk Azerbajdzsánba jövőre, vagy megy a Forma 1 Azerbajdzsánba,
Mexikó visszatért, szó van egy második amerikai nagy díjról, ami mindenképpen jó, mert az egy fontos piac. Katar évek óta kepeszt azért, hogy a MotoGP mellett a Forma 1-et is vendégül lássa. Tehát Bernie Ecclestone, és ezt valóban sokszor beszéltük már, egy dolgot szeretne csinálni, minél több helyre eladni ezt a portékát, amit Forma 1-nek hívnak. Ez a Bernie hát, nagyjátékos, komolyan, hát azért nagyjátékos. A Bernie bácsi nagyjátékos. Tehát nagyon, nagyon el, vágja ugye, a dolgot. Ugye, nagyon komoly legendák övezik, és az is a legendák között van, hogy ő a nagy vonatrablásban részt vett, és az a pénz, amiből a Forma 1-et így megcsinálta, az onnan származik, annak az alapja. És most hogy derült, hogy ez igaz? Figyeljetek, egy dolgot nem meg pénzt váltott a jeruzsálemi nagy templomban, amit Jézus bevett oda. És ott volt Amerika felfedezésénél, persze. Jó, hát sokat beszéltünk már róla, hogy ugye a használt autó kilométer órájának a visszatekercselésével kezdte ezt a fantasztikus pályafutást. Elég jó fölött. De figyelj, Zoli, egyébként ő ott rendezde futamot, ahol fizetnek érte meg, ahol pénz van. Tehát lehetne az összes futam Európában is, hogyha itt fizetnének érte a legtöbben. Pontosan így van, de egyébként van különbség a között is, hogy melyik pálya mennyi jogdíjat fizet, hiszen például Silverstone vagy Monza kevesebbet fizet, Monaco például semmit, nagyon fontos, Monaco ingyen rendezhet futamot, de Bahrein, meg Oroszország, meg Abu Dhabi, az a világ pénzét odaadja Bernie Ecclestonnak, hogy fölkerüljenek a Forma 1 térképére. A Forma 1 az egy profit-orientált vállalkozás, évi 1,5 milliárdot termel körülbelül. Tehát a Forma 1 tulajdonosainak, amely egy CVC Capital nevű cég, ennek a képviselője Bernie Ecclestone, 1,5 milliárd dollár termel évente. Azért ez nagyon komoly, és nyilván ők szeretnének minél több pénzhez jutni. Hozzáteszem egyébként, hogy ha már a tradicionális helyszínek kiesésénél tartunk, tavaly évvégén nyilatkozta Bernie Ecclestone, hogy a monzai szerződésünk borzalmas anyagi szempontból, 2016-ban, tehát jövőre lejár az olasz nagy díj szerződése, és akkor bye-bye, így ezekkel a szavakkal mondta Bernie Ecclestone. Tehát akár még Monza is kieshet, amit megint csak szinte elképzelhetetlennek tartok, hiszen... Hát emblematikus pálya, hát persze, meg hát az olaszok, Ferrari, hogyne. Úgyhogy nagy baj van, de hát az is hogy tavaly Hockenheimben vasárnap 52 000, írd és mond, 52 000 néző volt kint, csak összehasonlításképpen, amikor a brit nagydíjon csak vasárnap kint voltak 120 000, és még a magyar nagydíjon is 70 000 kint voltak vasárnap. Hát ez nekünk most jó, akkor nem? Ez nagyon jó, hát 3 hete szünet van előtte, most azok a németek, akik még annyira imádják a Forma 1-et, és egyébként megnéznék Sebastian Vettel tilosban versenyezni, azok most vélhetően ide fognak megérkezni, úgyhogy ez akár a Hungaroringnek még valóban jó is lehet. Az csak a fele átjön ide, vagy csak a negyed már átjön, jó. Akkor mi már jók vagyunk egyébként. Na, hogy annak idején egyébként sokszor történt. Egyébként még a Mercedes is beszállt volna, hogy valahogy megmenekítsék ezt a német nagy díjat, fölajánlották, hogy beszállnak valamennyivel a költségekbe, de aztán végig gondolták, hogy ez olyan precedens teremtene, amit nem biztos, hogy bele akarnak menni, mert azért ennek a motornak a kifejlesztése nem két fillér volt. Bernie-nek te láttad a magárepülőjét, vagy a hajóját ott Monakóban, amikor egy személypartit rendez, hogy ő egyébként így jár partira, vagy mit a monakói futam után ő a saját hajóján ad egy partit a pilótáknak, hogy ott van elrepülés, zárkózott, nem barizik nagyon. Flávio Briatoréval lógnak egyébként, és óriási póker meg backgammon partik mennek. Hát elképzelem egyébként, hogy dőlnek el a Forma 1 dolgai, hogy beülnek Niki Laudával pókerezni, vagy backgammonozni, és akkor ott megbeszélni, jó, figyelj Niki, ne bohóckodjatok már itt a Mercedes-tel. Megsúgom nektek, hogy mi lesz a motorformula. Egyébként azt hallottátok, most ez a legújabb botrány, ugye a Red Bull finoman belengedte, hogy Matesic úr lehet, hogy elveszíti hamarosan az érdeklődését a Forma 1 iránt, és akkor kiszáll. Hisztizik a Red Bull, mire a Merci visszaszólt, hogy ne hisztizetek, dolgozzatok. Igen. Hát, finom visszaszólás volt, és ugye most az kapott szájra az a pletyka, hogy a Mercedes valahogy jobban értesült volt annak idején, amikor kialakították az új motorformulákat, mint a többiek. Tehát valaki lehet, hogy súgott nekik. Hogy nem véletlen lesugták, hogy megtörjön a Red Bull hegemónia. Igen, csak most meg a Merci van elő, olyan elő, hogy dögunalmas lesz az egész. Legalábbis hát a harmadik helytől lesz izgalmas. És a veszélyes az, hogy még a Red Bull időszakban inkább az aerodinamikai hatékonyság számított, és ugye Adrian Newey nevét mi is sokszor mondtuk a közvetítésekben, az MTV a Forma 1-es közvetítésében, hogy ő volt a nagy aero varázsló, és ennek volt köszönhető az, hogy egyébként a... amúgy is gyengébb Renault motornak a hiányosságait kompenzálták, most ezt pusztán motorerőből meg tudja oldani a Mercedes,
és ez olyan előnyt konzerválhat, ami valóban nem jó a sportnak. Nagyon egyszerű, egyébként a megoldás az pofon egyszerű, mint általában mindig. Egész egyszerűen abból a másfél milliárd amerikai dollárból, abból a haszonból, abból egy picit többet kéne visszaforgatni a tradicionális pályákhoz. Hogy egy kicsit a terméket is gondozzák, mint Forma egyet, mert ez egyébként nekik sem jó, hogyha valamelyik csapat ekkora fölénybe kerül. Jó, de abból jachtokat építenek, Zoli. Jaktokat, igen, meg magárepülőgépeket, hogy el tudjanak utazni egyik helyről a másik. Hát nem tudom, én értem a hagyományt, meg én szeretem azt, hogyha így viszonyulsz a gyökerekhez, de ha most van egy katari pálya, érted, ahol milliárdokat fizetnek ki, meg ez nincs senki. Vállalkozás, hát ez persze, üzlet, igen, persze. De gyerekek, de közben értelmezhetetlen, és azért azt is tegyük gyorsan hozzá, hogy Törökország például fölépített egy modern pályát, Korea fölépített egy gyönyörű pályát, és ott most van Forma 1-es huszon. Néhány év után kiszálltak egész egyszerűen azért, mert a gyökerek nincsenek ott. Ez egy európai gyökerű sportág, ezt nem szabad elfelejteni. A nézőközönsége is főleg Európából adódik össze és tevődik ki, meg magának a sportágnak a gyökerei. Az is szégyen egyébként, hogy 2008-ban Franciaország kiszállt. Tehát 1906-ban Szisz Ferenc nyerte meg az első nagy díjnak nevezett versenyt, egy magyar figura, egy Renault volánja mögött. A franciáknak köszönhetjük a Grand Prix szót, azt, hogy pesgővel ünnepelnek a verseny után, azt, hogy sászé, csomó kifejezést, a kaszté kifejezést, és így tovább, és ehhez képest 2008-ban ők is kiszállt. Ez döbbenet egyébként ez a Liszt Ferenc, hogy milyen a zeneszerző, hogy köszönöm, jó pilóta is volt, és hogy ez egy elhallgatott dolog az ő életében. Mindenki csak azt mondja, nem, hogy micsoda a zeneszerző, micsoda a zeneszerző. Vicceltek. Csodás volt egyébként, és ott volt ez a magyar autóversenyzés, aki az a súlyos defekt után kapta nevét, Szisz Ferenc. Egy kört nem még leengedett gumival, igen, hihetetlen kaliber. Viszont érde, Katar például ugye mindent akar, tehát hogy ezek mindent pénzen vesznek meg, majd fizetett nézők lesznek ott is a lelátókon. Mert az embereket nem biztos, hogy érdekel. Személyesen tapasztaltam, amikor Kínába kivezényelték az úttörőket a lelátóra, és ott integettek a kis zászlóval, borzasztó jól érezték magukat, csak fogalmuk nem volt, hogy mit látnak, és mi történik az orruk előtt. Azért ez így nagyon nincs rendjén. Hát igen. Na mi a helyzet a pizsoma divattal? Most a csíkos megint kezd visszajönni. Hát igen, csíkos? Vagy én nem követem, én diktálom a divatot. A csíkos lesz. Még 2-3 hónap, és ez lesz a trend. Jani, úgyhogy majd megyünk fel. Mindenképpen. És mi a nyári fazon? Egy kis rövid gatya? Kis rövid ujjúval? Vagy rövid gatya, izompólóval. Hát a te esetedben azért ez egy több. Igen. A pólószot tudjuk értelmezni. Igen, a szomszéd átnéz, és kell, ki az új kertész? Annyira guszta. Lefekvés előtt még azért lenyomok pár fekvődáncot, egy kicsit bedurrancsom a bicepset meg a tricepset, és akkor mehetünk. Na jó van. Zoli, köszi szépen, vigyázz magadra. Jó munkát Sátok, nektek. Köszi szépen nektek is, jó hetet, és jó szabadságot, jó pihenést. Köszi szépen. Zoli, Zolinak. A fekvőtől a biceps nem durran be, de nem baj. Az inkább merre megy. Mindegy, egy sport nem érdekes. Köszi. Ciao. Köszönjük szépen. Jó, a technikai sportos. Hát jaj, jó, hát most érted, kicsire nem adunk. Persze, nyom pár feknőt, ad egy puszit a bicepszére, aztán elmegy. Nyom pár feknőt, vázlira, és... Nincs ezzel baj. Fél 8 út pontosan, 2 perccel Lóben bácsival, Beru nénivel játszunk. Ha valaki szeretne velünk játszani, írjon SMS-t, mi pedig jövünk Ákos idei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. Egy perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és 6 fok van. Most jelen pillanatban jön a meleg, most még ha valaki indul, vagy szeretne elindulni egy kicsit jól, jobb, vagy jobban öltözzön föl, hűvös kés a reggel, de utána jó idő lesz. Jó idő lesz, 20 fok lesz, gyerekek, itt a tavasz, és minden, ami a tavasszal együtt jár. Az jó, egyre kevesebb ruha, kevésbé körülményes elindulás a gyerekekkel, ja, sapka, sál, ja, kesztyű, gyerekruha, kevesebb ruha a csajokon, az, kevesebb ruha a pasikon, ki mit akar, válogathat, úgyhogy ez jó, meg az ember kedve is egy kicsit tényleg jobb lesz. Na, csak egy fél mondat erejéig reagálva a hírekre, hogy köszönjük szépen az SMS-eket, akik normális formában jelzik, igen, Ákos rosszul mondta. Viszont nem értünk egyet azon SMS írókkal, akik ezen helyzetet kihasználva, rosszindulatúan, okoskodva, bántóan, maguknak bármit megengedve bántják az Ákos, mert ez egyébként szerintem nem korrekt. Tehát az, hogy ő ezt a dolgot esetleg eltéveszti, ez benne van, hibázott,
eltéveszteti. De ilyen stílusban, ilyen hangnemben, ilyen minőségben egyébként egy emberi tévedést, vagy egy rosszul felkonferált hírt beolvasni, ez szerintem mindennek az alja. Ezeket a hallgatókért egyébként nem kár, nyugodtan tekerjetek át máshova. Tehát nekünk nincs szükségünk rátok, nektek nincs szükségünk ránk. Az, hogyha valaki rosszul mond valamit élő adásban, az szerintem belefér. Az Ákos felkészült, hibázott, most ez nagyon fontos, Barcelona Real Madrid meccset pont fordítva mondta, hogy a Real nyert, úristen, most a Barca nyert. Rendben, értem, fontos, persze sporthír, de lehet azért, is. És utána javított. Mindenkit arra kérünk tényleg, hogy aki jó szándékkal ír SMS-t, az nyugodtan írjon, jelezze. De a hangnemet azért ne engedjétek meg magatoknak. Egyrészt, mert pillanatokon belül kitiltunk meneteket, és ez tényleg nem vicc, nem fog nekünk bárki ilyen hangnemű SMS-eket írogat, mert egyszer nem teheti meg. Kettő, hogy gondoljatok arra, hogy ti, ha bementek a munkahelyetekre, lehet, hogy az elmúlt 20 évben már ti is hibáztatok. Nem biztos, de lehet. Nem? Egy hogy azért kicsit. Ez így előfordul az emberrel egyébként élő adásban, hogy... Csak ezt ugye többen hallják. Hogy rosszat mond, igen. Úgyhogy... Ha valakinek nyomorúságos az élete, és mert ilyen hangnivételű SMS-ek után nem tudok másra gondolni, csak hogy a felesége nem feküdt levele egy fél éve, el van hízva egyébként, rohadt büdös a szája, és öblik a fülzsír a füléből, hogy ne rajtunk, és ne a hírszerkesztőnél éljétek ki. Ha valaki normálisan szól továbbra, és mondom, azért vagyunk, emberek vagyunk, lehet szólni, nincs vele baj, de van egy bizonyos hangnem, amit egész egyszerűen nem engedhet meg magának senki. Se Ákossal, se velünk szemben. Meg amúgy is. Ő a brancsunkhoz tartozik. A mi kutyánk kölyke. Így van. Aki az pedig. Ő ellenség, az a mi ellenségünk is. Aki a barátja, mi barátunk is. A családját megtartatja magának. Viszont a baba kelengyéből, meg a mennyasszonytáncból bejött pénzből kérünk. Így van. Úgyhogy én is szoktam hibázni, én is szoktam hülyeséget mondani. Minket is lehet osztani, csak tényleg normálisan. Jó? Tehát a hang nem azért, azt szerintem nagyon, nagyon nem mindegy. Budakeszi úton lassú a haladás. Azt hisz, a hiszti az női is betegség, mégis a férfiak szenvednek tőle. István, ezeket hagyd, neked ez nem megy. Nem baj. Elég csak a közlekedés. Csak küld el a közlekedést, látom, mindig a Budakeszi útról is, értem, István, próbálsz egy szellemeset írni oda, engedd el. Ne erőltesd. Tízből egyszer olvasom már csak be az SMS végét, ami a szellemes akar lenni. Most megint ráfutotta, nem volt erős. Nincs rá szükség. Kevesebb karakter, gyorsabban megírod. Hagyd a fenébe, hagyd a humort másnak. Meg az eleje úgyis hasznos. az elejét küld el tényleg, és nyomj egy entert. Tök hálásak vagyunk. Igen, jó reggelt, a 6-os út Budapest felé az M0-ás hídtól erősen torlódik, ezt Leszdi küldte nekünk, és a Király utca körút kereszteződésében nincs lámpa és rendőr sem, nem egyszerű az átjutás. Leszdi, viszont te írhatnál néha valami point is a vége, mindig csak ez egy tényszerűség ott az elején, tehát hogy valami legyen már, valami kis szellemesség. Igen. Aki eddig szellemes írt, hagyja abba, aki nem írt, azt tegye hozzá. Na, választottunk játékost Óven bácsival és Benu nénivel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Benu néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Erzsi, hello Erzsi! Igen, Erzsi. Honnan Szia, hívtál Erzsi. Minket? Budapestről, mit csinálsz? Hát pék vagyok. Pék vagy. Igen. Úgy értettem, hogy szép vagyok. Ja. Mit csinálsz? Szép vagyok. Ez a szakmám. Igen. Egyszerűen. Nem, pék vagyok. Itt a kollégámmal hallgatjuk a rádiót. Ketten vagyunk. Hát lassan akkor ti már szinte idézőjesen végeztek. Hát nektek háromkor, fél háromkor? Mikor indult? Nem, 6-kor kezdtünk. Hatkor. Úgyhogy azért még van. Viszonylag késő. Igen. De nem korábban? Nem a pékek nem háromkor kellnek fél négykor már bent vannak, hogy 5-6-ra legyen meleg kenyér? Vagy hát azok éjjel csinálják. Ti vagytok a napközbeni meleg kenyér felelősök. Igen, éjjel csinálják, és akkor reggel szállítják ki. Mi a délelőttös szállítást csináljuk. És ez egy kis hagyományos, kis családi vállalkozás, vagy egy látványpékség szerű? Egy pici pékség, egy nagyon pici pékség. Hát mondom, ketten vagyunk délelőtt. Uh-huh. Éjjel mondjuk többen vannak. Ti vasárnap nyitva lehettek, vagy zárva vagytok? Hát mi dolgozunk vasárnap is. Te hát ki? Ez nem a kereskedelem. Mi hát hétfő reggeli kenyér, ugye? Mm-hmm. Azt a hétfő reggel 6-ra el kell, az vasárnap este megkezdeni. Igen, bizony. Téteket ez nem érintett. Aha. Nem, sajnos meg nem. Meg nem is bánjuk egyébként, hogy nem szombaton csináljátok meg a hétfőit. Az meg a másik. Igen. Az már furcsa lenne. Az mondjuk igen. Megennénk, csak nem biztos, hogy sokszor visszamennénk. Visszamennénk hozzá. De nem titeket szívnánk akkor se. Igen. Köszönjük szépen. Mi rendesen dolgozunk. Miket kell csinálnotok? Gyúrtok, dagasztotok, fontok, minden? Igen, éppen most kenyeret csinálunk. Azt mondd meg nekem, hogy az mitől van, hogy néhány pékség ezeket a nagyon felfújt dolgokat csinálja, ilyen gyors pékségek, és minden nagyon fel van fújva, minden nagyon puha, de minden a háromszoros méret, kenyér. Az adalék.
adalékot tesznek hozzá? Hát igen. Egyszerűbb, ugye nincs a hagyományos kelesztés, nincs a, nem kell kovászt készíteni, az is lehet az oka a dolognak, meg szép nagyot tudsz csinálni, hát kevesebből. Igen. Ugye? Igen. Igen, és hát az nem olyan jó. És az egész nagyon puha, de azt érzed, hogy az egy kilóban nincs egy kiló, mert annyira levegős minden, hogy, igen, hogy igen. Jó meleg, jó illata van, de mégis valahogy az embered nem. Tehát az már másnapra nem olyan jó. A másnapra pedig igen, igen, kőkemény. Kovásszal dolgozunk rendesen, tényleg, hagyományos. Anyám mesélte, mindig ők ugye heten voltak testvérek, az édesanyjukkal laktak, hogy ők heti egyszer sütöttek kenyeret, és hogy ez egy hét múlva még csodálatos volt. Ja, és akkor nálunk még ilyen lapátos kemence van ráadásul. Az a klasszikus, de klasszikus. Az a régi hagyományos lapátos kemence van. De jó is az. De jó. Na jól van. Ugye, ettől más íze is van. Jól van, Erzsi, na figyeljetek, akkor segít valaki neked ott a pékségben? Igen, a kollégám. Hogy hívják? Krisztián. Krisztián. Krisztián szintén pék. Szintén pék. Nem, békamérlet, mi lenne, igen, mondjátok, hogy mi lenne, persze, nyilván asztalos, persze, vagy vízi, forgalomirányító Ferihegyről, persze. Forgácsoló. Igen. Na figyelj, Erzsi, mutatjuk, mit csinál Óván bácsi Berulénim. Oké. Ó. Vonat. Vonatoznak. Na figyelj. Vonatoznak. Mutatjuk. Na. Hát ez. Jaj. Na. Ó, ezt pedig tudom. Azaz. Az lesz. Na, most már ragyog, mint a nap, vagy... Micsoda? Ragyog, mint a nap, vagy valami. Ragyog, mint a nap? Szép vagyok, mint... Szép mi vagyok, mint a nap? Mondta még, hogy szép. Szép vagyok, mint a ragyog? Hű, várjál csak. Nem esett. Ragyogok, mint a... Ufó. Meg... Ufó. Ne, most látom, fölötted? Hol? Kamera. Hol van? Fölötted? Most? Fényi szép a part? De durva. Lehet-e még egyszer? Persze. Na. De már az előbb mondtad. Igen, az UFO. Hol? Ne csináld már. Hát nincs ki az ablakon, ha vedd fel telefonon. Hol? Melyik kerület? Napolaj. Nincs a Napolaj. Isten, nem, mi annyira nem. Hát még azért annyira nincs. Hát de, mennyi a nyár az kinek, van. Kinek mondtad, kenyebe átad? Nem. Hogy? Micsoda? Hú, mi ez? Micsoda? Nem tudom, hát mit mondtál az előbb? Mondtam az előbb? Hát mondtál valamit. UFO-t. Hol? Jézus! Atyaisten! UFO-t! Hányat? Hát csináljatok már, vigyázzatok, ha jön egy fénynyaláb, lehet, hogy elragad. Elrabolják a pékséget? Istenem, csak Krisztiánnak baja ne essen. Itt vagy? Itt vagyok, igen. UFO, hát persze, hát ne hagyd magad elbizonyítani pedig. Jaj, de jó! Igen. Hello, Krisztián! Egy jó Krisztián, kis... Hello, Krisztián. Egy jó kis UFO, persze, hát csak elbizonytalanítottunk, egy kicsit humorizáltunk. Jaj, Istenem. Igen. És jaj, de jó. Igen, közben több a hallgatónk is kérdezi, hogy tudod-e, hogy a kenyérhéja miből van? Igen, tényleg, hogy ezt soha nem írjátok oda. Igen, az titok, azt nem mondjuk meg. Az nagyon pedig, ezt nem értem, miért kell elhallgatni. Tehát mindenhol olvas az ember a kenyér receptet, de hogy a héja sehol nincs ott, hogy készül, igen. Igen, hát ezt nem mondjuk meg, ez már nagyon titok. Jól van, Erzsi, ügyesek vagytok, UFO volt valóban ez a megfejtés, jó? Napolaj. Igen. Nagyon szépen köszönjük. Megvan az ajándékcsomag, tele lesz mindennel, nem vettünk ki belőle semmit, úgyhogy bögre, sapka, sál, lassan ezt cseréljük, mert meleg van, nyakba akasztó, úgyhogy minden megvan, jó? Köszönjük szépen. Na, ciao. Hello. Sziasztok. Na, hát helyes volt, hogy elbizonytalanodott, nem? erre mit csinálnál? Na, 8 óra után egy érdekes dologgal foglalkozunk, a nagy múmia botrány, hát ez egy baromi jó sztori szerintem. Ugye, nagyon úgy néz ki, hogy a kínaiak akarják megkaparintani ezt a szerzetest, amit ugye pontosabban nem is megkaparintani, visszaszerezni. Megkaparintani a sajátjukat. Megkaparintani a sajátjukat, amit itt váratlanul kiállítottak, nagyon sokan megnézték. Budapesten volt kiállítva ez a szobor, majd a külföldi tulajdonosa, most, hogy megtudta, hogy egyébként a kínaiak keresik, váratlanul elvitte ezt a szobrot, ismeretlen helyen tartózkodik a szobor. És szó nélkül. Vagy ellevitált. vagy ellevitált. Szó nélkül, nem tudni, hogy miért. Azt mondják a kínaiak, hogy eredetileg tőlük lopták, ezt tudják is bizonyítani, közben egy csomó kérdés merül fel az emberben, nem? Hogy a fenébe állítanak ki egy lopott dolgot? Hova vitte a tulajdonos? Hogy a kínaiak nem tudták, hogy ez most itt van kiállítva? Miért jelezték, vagy nem jöttek ide, és foglalták le azonnal, hogy ez az övék? Tehát hogy a fenébe van tudti, ez? Hogy az övék? Biztos, állítólag az övék, ilyen, állítólag az övék, igen, ez a szerzetes, aki ugye úgy hát, távozott. Hát kínai mumia, érted? Hát ki élene? Igen. Úgyhogy megpróbáljuk felgöngyölíteni a szálakat, ez nagyon tipikus történet egyébként megint.
Mennek az emberek csodálkozva, megnézik, gyönyörű egyébként, közben a tulaj menekíti ki a szobrot, közben a kínaiak jönnek ide, hogy megtalálják, mire idejönnek. Gyorsan maguk ketten még nézzék meg, aztán vinnem kell a francba bele. A nyomokban vannak a... Igen, közben a kínaiak megérkeznek ide, ők már csak a hűlt helyét találják itt a múmiának. Már itt is vannak, mag, már nem lehet. De csak egy látogató, csak egy látogató. Szóval szenzációs. Fölhívjuk a múmia világ szóvivőjét, nem azért, mert hogy a múmia... Mi van, van ilyen? Van ilyen is. A múmia világ szóvivője. Tudod, mennyi mindent akarnak közölni a múmiák? Hát persze, van a múmia világnak szóvivője. Stefan Monikát, hogy mondjál nekünk, hogy ez mégis hogy történhetett? Ki most ez a meditáló szerzetes, akit ugye aranyba öntöttek, és elvileg a halálakor ugye így távozott, hogy ebben a pózban megmaradt. És hát megpróbáljuk megérteni ezt a dolgot. Számunkra ez teljesen fura, hogy hogy zajlik ez, és hogy állítanak egy lopott dolgot. Van egy menetlevel ennek a szobornak, amit valaki meghamisít, és azt mondja, hogy az ővé egy tulajdonlevele. Már megvetted, tehát ha te ellopod Janinak a baseball sapkát, nem állítom ki a múzeumban utána. És de várjál, ugye? Én megveszem tőled, mert te azt mondod, hogy ez a te tulajdonod, nem akarod megvenni, kérdezett. Én mondom, de megveszem. És utána én ezzel bemegyek valahova, tessék, állítsák már ki lőrincen valahova. Az önkormányzati hivatal egyik tárlójába. Akkor tőlem elvehetik? Hát, gondolom ennél azért bonyolultabb a műkincskereskedelem, igenis, hogy te lopottat veszel, és te azt mondom, hogy én megvettem. Én pénzért. Tudjak meg azzal, aki elloptam. Milyen egyszerű lenne venni egy lopott autót? Én pénzért vettem, kifizettem, hát az már azért nem tudom. Hát én nem tudtam, hogy te elloptad. Ja, hogy nem tudtam. Igen. Na, mindegy, szóval, hogy a múmia világ szóvivője szólal meg itt nálunk, és megpróbáljuk az ügyet felgöngyölíteni. 4 perc pontosan 8 óra, jövünk Ákos, hírei után. Show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebesi Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM. 8 óra múlt, pontosan 12 perccel szép reggelt. Kívánunk minden Morning Show hallgatóra, itt vagyunk a Klasszon. Bemtér, Főutca, Káosz, nem kicsi üdvöl Laci. Aztán vajon hány 4-6-os bírál még az aszfalt? Nem teljesen értem, hogy ez mire vonatkozik. 15. kerület Szent Mihályi út elesett, óriási dugó, ezt Sipi küldte nekünk. Aztán Főutcán a Lánchíd felé álló sor a Ponty utcától, gondolom mindenki erre kerüli a körúti cirkuszt, ezt Réka küldte nekünk. Köszönjük szépen. A 4-es úton a Ceglédi körforgalomnál kamion van az árokban, most állították vissza, a rendőrök irányítanak, erős torlódás, figyeljen oda mindenki. Ezt Zsuska küldte nekünk, valamint mérnek az M3-ason a 107-es kilométernél, ezt Cumik írta nekünk. M3 a 105-ös, ez lehet, hogy ugyanaz, egy kilométer eltéréssel, rendőrautóból Davis elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Uh-huh. Gábor Áron Bimbó utca sarkal nem működnek a jelzőlámpák, elég nagy a küzdelem, főleg a kanyarodásnál, ott is mindenki legyen észnél. Köszönjük szépen. Mikor lesz retro nap, kérdezi valaki? Uh-huh. Hát most nem volt róla szó, nem ígértük, úgyhogy kijelölhetünk egy dátumot nyáron. Nyáron. Így mondtam, hogy nyáron. Ne törődj vele, picit ilyen volt. De hát reggel van, még korán van. Hát az ember még kicsit álmosabb, még elnyújtja a szavak, a hétfő is van, persze. Hát azt, hogy nyáron azért ahhoz több energia kell. Igen. Az R hangot beletenni. Nyáron. Rizet vagy rizet, papa? Rizet. Mit? Grizzát. Jó, van, akkor lesz, ami lefele. Lesz majd valamikor. Uh-huh. De tulajdonképpen a Best of is egyfajta retro. Az nem? Is egyfajta retro, igen, holnap vagyunk még, aztán egy kicsit szabadságon leszünk, úgyhogy nem vagyunk szerdától, de lesznek jobb pillanataink. Talán nem nagy képviség ezt mondani. És most láttuk az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorában, hogy Fási Ádám 60 éves lett. Mármint 63. 63, ő akkor lehet, hogy 60-at mondod, de... Hát 60-nak néz ki legminimum. Ja. Nem, egyszerűen baromi jól tartja magát. Lenny Kravitz dallal kedveskedtünk neki, szerintünk ő ezt nagyon, egy nagyon kedves. Ezt a dalt neki küldtük, így van. Na, akartatok még valamit mondani? Mumiázunk? Hát, gondoltam rá, hogy beszélek. Akkor legyen így. Ha már mondta, hírek előtt. Akkor legyen ez. Köszönöm a felvetést, köszönöm a meglátást. Folytassuk a múmiával. Akkor egy pici...
Témaváltás effekt. Témaváltás a közlekedés után. Mumia ügy, a nagy mumia botrány. Ez érdekes, mert hogy szerintem ebben a legtöbb ember egyébként laikus már, mint ami a műkincs kereskedelmet illeti. Ugyanakkor egy nagyon zárt, nagyon titokzatos világ, horror pénzekért adnak, vesznek a műkincs piacon dolgokat. Mi laikusok maximum annyit látunk belőle, hogy beengednek bennünket egy múzeumba, megnézhetjük az ott kiállított műkincset, de hogy ez kinek a tulajdona, mennyiért vették, milyen szabályok érvényesek rá. Erről bizony mi földi halandók keveset tudunk. Nem? Hát egy zárt világról van szó. Én egy viszonylag keveset tudok a múmiák fekete kereskedelméről. De hát eleve a műkincs kereskedelemről szerintem. Nem foglalkozunk vele, nem is nagyon értünk hozzá, sokat kéne ahhoz tanulni, hogy ne azonnal átvágjanak az elcserint. Az meg nem a mi asztalunk. Igen, tehát ne adjanak, az meg ugye nem a mi asztalunk tényleg. Ugye, bocs, de a műkincs kereskedelem ez értek. Tehát tudom, hogy most meg kell vennem valamit olcsón, és 200 év múlva eladom drágán. Hát igen, csak ha már most megveszed olcsón, de hamisítvány, az 200 év múlva se adod el drágán. És itt jön a nagy trubály, hogy azért ahhoz tanulnod kell kicsit, hogy meg tud állapítani, hogy... Hú, most megfogtad, nézd az arcát. Sokat kell venni, és akkor valamelyik csak bejön. Aha. Ez is igaz. Na, hát, hogy miért nem foglalkozunk mi ezzel? Ugye? Na, ugye érdekes a dolog, kiállítottak egy Buddha szobrot itt Magyarországon. Tele vagyok kérdéssel egyébként. Buddha szobrot. Ez egy Buddha szobor, igen. De most nem múmia? Nem egy... Egy múmiát, igen, tehát egy aranyba öntötték, ülőpózban van, tehát hogy tulajdonképpen... Egy meditáló szerzetesnek a szobra. Egy meditáló szerzetesnek a szobra, így van. Igen, de úgy néz ki kívülről, mintha egyébként egy nagyon szép Buddhát ábrázoló szobor lenne, mondjuk egy kínai ábrázolás. Tudták-e, hogy van-e benne valaki? Egy darabig nem. De aztán valakiben felmerült a gyanú. Hát, ha van benne valaki. Toljuk be a CT-be. Nem ért a Lime Gazetébe, Lajos. Hát mert befér. Na, itt jön az első kérdés. Igen. Ugye, mert hogyha te veszel egy szobrot, ami ugye hát tulajdonképpen nagyon szép, aranyjal kiöntötték neked, nem feltétlen egyértelmű, hogy abban van valaki. Aha. Amikor megvették. Figyeljetek, én költöztettem elég hosszú időn keresztül. Volt valaki a szekrényben, valaki. És megmondom nektek őszintén, hogy mi is azért előszeretettel ráztunk meg dobozokat, hogy megnézzük, vagy megpróbáljuk kitalálni, hogy mi van benne. Szerintem következő történt, két melós megfogta, A-ból B-be, vagy A-teremből a B-terembe kellett átvinni a szobrod, és akkor mondták, hogy hallottad? Mit? Szólt valaki? De nem olyan, mintha lenne benne valami? Hallod? Csak meg. Kinder Buddha. Hallod, Kinder Buddha? Mi Kinder Buddha, ha van benne valami? Kis szekér, összerakom. Ezek megrázták, és volt benne valami. És kiderült, hogy van benne valami. És volt is benne. Higgyetek, ezek teljesen laikus kérdések, de szerintem jó kérdések, hogy mikor és ki jött rá, hogy ebben a szoborban van valaki. Ugye mi az alapfelállás, ha valaki nem ismeri a történetet? Egy holland tulajdonos elhozta ide az ő arany szobrocskáját, és ebben az arany szoborban, ugye ez egy múmiát ábrázol, de hogy ezt kiöntötték, vagy leöntötték pontosan aranyjal, tehát ennek van egy felületi része, aha, amit elállt, és ebben ugye egyszer csak kiderült, majd megpróbálja kibogozni, hogy mikor, hogy ebben egyébként van egy mumifikálódott szerzetes. Ül valaki. Ebben a szoborban ül valaki. Tehát ebben a szoborban... De bemászott? Ne, hát jó kérdés, hogy mi volt előbb, vajon maga a szerzetes, vagy a szobor, hogy azért kellett leülnie, mert tele van a szobor egy ülő alakot formál. Érted? Aha. Ja Istenem, csak holnap nehogy ha háborodott hangvételű levelet kapjuk majd. Halott gyalázást. A kultúrá gyalázt, hogy gyerekek, ebben az országban már tényleg az embernek annyira kell félni, hogy miről humorizál egyébként egy reggeli műsorban, mert látom ezeket a leveleket, hogy kikinek ír milyen nyílt levelet, mert mer beszélni dolgokról, az a döbbenetes. Kell majd csinálnunk egy olyan effektet, amikor az egész megszólalást gyengébb idegzetű hallgatóink kedvéért zárójelbe tesszük, idézőjelbe, ami egyébként ránk nagyon jellemző, ez az idézőjeles megszólalás, hogy a lónyerítés mellé még rakunk egy ilyen humor fület. Igen. Majd nehogy. Krétával táblára. Igen. És ez azt jelenti, hogy az eleje, ez az idézőjel, így van. Lezártad. Szóval, hogy mikor tudták meg, hogy van valaki? Állítólagosan, ugye az történt, hogy ezt a szobrot itt kiállították. A kínaiak, egy kicsiny falu lakói észrevették, hogy baj van, hogy ez a szobor. Egyel kevesebb meditáló aranyszobruk van. Egyrészt ők hiányoltak egy hasonló szobrot, kettő, rájöttek a tévéből, hogy az a szobor ott a miénk. Aha. Erre a holland tulaj azt mondta, fölhívta a múzeumot, és általában azt mondta, hogy akkor ezt a szobrot nagyon gyorsan meg kéne csomagolni, mert elvinném. De mi azt gondolt, hogy ellopják innen a kínaiak? Tehát miért nem jó ez itt? Hát azért a múzeumban csak őrzik, nem? Hát nem akarta a tulajdonos, hogy olyan nagyon kivizsgálják ezt a szobrot, esetleg megérkezzen egy kínai delegáció, esetleg mondjuk lefoglalják ezt a szobrot, és megállapítsák, hogy ez valóban a kínaiaké. Ez csak fölhívta a holland tulaj a Magyar Múzeumot, hogy na most akkor gyorsan be kéne pakolni. Várj, ne szaladjunk már ennyire előre. Kínában is van téhon, vagy jó piszi. Honnan? Kínai turista csoport lefotózta, hazavitte, megmutatta, érted a képet. Azt mondta Balázs, hogy ott nézték a tévébe, otthon, a falujukban.
Otthon nézték a faluban, így van. Én úgy hallottam. Igen, hogy a híradásokból látták az anyagot, magáról a kiállításról, és ott Hicsen odaszólt Hicsünnek, hogy figyelj, ez a mi szobrunk. És a kínaiak bejelentkeztek, hogy mi megvizsgálnánk ezt a szobrot, jönnénk. Aha. A tulaj meg gyorsan becsomagoltatta, és elvitte a szobrot. Vélelmezhető, akkor ő tudja, hogy ez egy capcarázás. Azért ez egy érdekes dolog. Te laikusként elmész, megnézel egy szobrot, közben az lehet, hogy lopott, lehet, hogy nem is a kiállító tulajdona, szóval hogy ez a kincspiaci nagyon, nagyon izgalmas dolog szerintem. Hogy nem hirtelen be kellett csomagolni a szobrot a múzeumnak, azonnal elvitték. Szétszették és úgy állították ki egyébként? Tehát megvan benne, vagy továbbra is benne van? Ne, ez benne az van. Benne de akkor honnan tudod, hogy benne van? Hát, na? Nem tudom, hogy opcionális, hogy te is megrázthatsz. De nem, elmész a múzeumban és látod, igen, a Buddha szobrot. Látod, ezt a, igen, ezt a kis szerzetes. Honnan nem tudod, hogy benne van-e a szerzetes. Ez a józa, hát a józa magyar parasztész, tudod? Tehát, hogy ez azt állítják, hogy benne. Szerintem nincs benne. Oda mennek, tudod, ott az egész család, ott áll a feleség, ott állnak a gyerekek, és akkor azt mondja a Rezső vagy Lacika, hogy szerintem nincs benne. Hallod, szerintem ezzel is átvertek minket. Erre rohadt sokba került. Hát nincs ebbe senki. Szerintem. Nincsen. De honnan tudod? Ezt tudom. Hát ha nekem lenne egy ilyen matrioskám, akkor azt azért csak több tiszteletet ennek a mumiaszobornak. Bocsánat, tehát ha lenne egy ilyen mumia... szerzetes, aki a halálban meditálta magát, és szent ember volt, és az... Lenne egy ilyen éhenhalt szerzetesen meg, igen, körülötte egy buddhaszobron. Hát az arany az már nem lenne. Ha lenne aranyom, már nem lenne. Akkor mellé tennéd? Akkor nem raktád külön a kettőt? Tehát akkor, ahogy mondod, mint a matrioska babákat szépen egymás mellé. Tehát akkor azt várnád el, hogy akkor ez így ki legyen így csomagolva. Hát de nem. Elmész a múmia, vagy a Buddha szobrot megnézni, az tök jó. Ez nagyon értékes Buddha szobor. Mert a múmia az tiszta sor, nem? De benne ott van a múmia. Ott a szarkofág, ott van mellette az emberfolymájú doboz, meg ott van mellette a gyógyba csomagolt ember. Az úgy tiszta sor, de akkor így most nem. Igen, tehát nem is biztos, hogy benne van. Hm? De állítólag ezt megnéz. És tényleg ott van. Tehát egy CT vizsgálatot végeztek, de én annak az embernek az arcára lettem volna kíváncsi, aki először megvizsgálta ezt a szobrot. Ugyan szerintem ez egyáltalán nem volt kész tény, hogy itt van egy szobor, van benne egy múmia, na állítsátok ki. Uh-huh. Vagy itt van egy szobor, na jó, akkor azt vegyük meg. Tehát gondold le azt a CT-t, amikor megvizsgálják, hogy nem tudom, és így vakarja a fejét, ott áll a kínai. Ki lehet az? És gyere már ide, nézd már meg. Hát ebben van valaki. Ne szórakozzál már, tudod. És kiderül, hogy a szoborban van valaki. Egy irányban nézni, nem is tudja. Hogy ezért ez... levegőt, nem tud. De nem lehet, hogy már önmagában a múmia is körözött volt? Hogy nem, nem, hát ez túró paprika. Egy kicsi hagyma. A kínaiak nem eszik a körözötted. De rossz volt. Nem, arra gondolok, hogy a múmiát körözték. Ne, a múmia bebújt a szoborba. Rázárták a szobrot, eladták a szobrot, és a múmia éjszaka nem tudott kijönni, mert ő kijött volna. Akkor ez aztán... biztos tudunk, belülről záródik. Belülről záródik, ő magára zárt a szobrot, és beleszorult szegényként. És ott mumifikálódott. És ott aztán nem volt más választása, mint hogy akkor ő mumifikálódik. Nem vicces. Kopogott. Jencsúál, ez már nem vicces. Engedjetek ki. Négy napja ülök itt ebben a szoborban, most már elmentek. Engedjetek ki, de nem engedték ki. Mert hogy már a múmia is körözött volt, már őt is keresték. Bebújt a szoborba, és a szoborral együtt szállították aztán A-ból B-be, B-ből C-be. Bizony. Ez nem lehet? Dehogy nem. De. Fogjul ejtette a szobor. Vagy pedig a szobor kelt önálló életre. Hát, vagy így akarták ellopni a múmiát, hogy egy szobrot raktak rá. Uh-huh. Azt mondták, hogy Hicsi, már mász bele a szoborba? Aha. Nem, akkor már a múmia volt. Tehát tulajdonképpen nem a szobrot, nem a szobrot akarták ellopni. Lótusz. Na. Komolyra fordítva a dolgot. Na. Várj, ennek nincs külön... Ja, tényleg, komoly szignál? Mi a komoly? Hogy lehet kiállítani egy lopott dolgot? Nekem az is érdekel. Nekem van egy lopott dolgom. Én abból pénzt... Tehát én azt odaadom egy magyar múzeumnak. Azt mondjuk én loptam. Tételezzük fel, ugye nem tudjuk, hogy mi történt, nem állítjuk, hogy lopta, csak kérdéseket teszünk fel. Ezt loptam. Nekem van egy papírom erről, hogy kicsi ilyen múmia szobra az enyém. Én egy lopott dolgot kiállítok, és azért nekem egy magyar múzeum fizet egyébként, hogy én egy kétes eredetű műkincset én bárhol, bármikor kiállíthatok. De senki nem ellenőrzi le? Hát szerintem nem. Hát ha te azt mondod, hogy ez a te tulajdonod. Vagy van egy olyan papír a tulajdonodban, hogy amit hamisítottál, hiszen egy orgazdától vetted a szobrodat, akinek nem lehet erről papírja, hogy ő vette. Tehát hamisít egy ilyen papírt, úgyhogy te egy hamis papírral egy lopott szobrot adsz kölcsön egy múzeumnak. Na, érdekes. Érdekes a dolog szerintem. Mindjárt megkérdezünk valakit, hogy ne csak így sötétben tapogatózzunk, a múmia világ szóvivőjét. Nagyon jó. Kit mást? Ebben a témában nem lehet más megszólaltatni. Ők már nem tudnak beszélni. Ő egy médium. Ő általa üzennek a múmiákén.
Nem, a mumia világ szóvivőjét, mert ő nagyon sok mindent tud erről. Mumia világ. A világ mumiánia szakértője. Kis Stefán Mónika itt van velünk. Jó reggelt, hello Móni! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Először is. Még mielőtt bármi történt. Még mielőtt tényleg bármi történne. Az van a névjegyeden, hogy a múmia világ szóvivője? Igen, igen. Ez mit jelent pontosan? Mi a múmia világ? A múmia világ kiállításban több mint 30 múmia található 5 földrészről. Mert ugye mindenki azt hiszi, hogy csak Egyiptomban léteznek múmiák, illetve a többség azt gondolja, holott nagyon gazdag anyag van Dél-Amerikából, Óceániából, Európából is. Hát ott a váci múmia. Hát bizony. Az is. Pont 20 éve találták meg őket. Így van, így van. Pont 20 éve találták meg őket is például, úgyhogy hazai magyarországi múmiáink is vannak. Mondjuk a Dél-Amerikából származó múmiák, azok is lopott kínai múmiák? Nem. A Dél-Amerikából származóak nem lopott múmiák, legalábbis még nem tudunk róla. Úgyhogy igazából még maradt nekünk ott pár darab múmiánk, akiknek nagyon érdekes történeteik vannak. A Buddha szobrunk, ő egy volt a 30, több mint 30 közül, akit nagyon sajnálunk, de ettől függetlenül maradtak még nekünk Csáncsáj múmiáink, maradtak Pápua Új-Guineából múmiánk, úgyhogy van még néhány érdekes történet. Milyen volt a hangja annak az embernek, aki felhívott benneteket, és mondta, hogy nagyon gyorsan be kéne ezt a szobrot csomagolni? Remegett, sietett, lövések voltak el a távolban, már éppen verték az ajtaját. Tekerik be hullámpapírba. Félt, szekrényből beszélt, vagy üldözték, és közben odaszólt nektek, hogy légy szíves, nagyon gyorsan csomagoljátok be ezt a múmiát, mert ő ezt elvinné. Nem, nagyon határozott volt. Csütörtökön éjszaka hívott fel minket, hogy másnap küld egy szállítóautót. És ő nem a tulajdonos volt, hanem a Holland Asszony Múzeumnak a képviselője, ugyanis mi vele kötöttük a szerződést, nem a tulajdonossal. A tulajdonost azt sem tudjuk kicsoda, az ő nevét nem ismerik, úgyhogy ha megkínoznak a kínaiak, sem tudom elárulni. Majd a tulajdonos nevét. Jó, figyelj Móni, ha eltűnsz, mi keresünk, ezt ígérhetem. Ezen beszélgetés után egy ideig keresni fogunk, mert abban a kínaiak keze lesz. Tehát, hogy te sok mindent tudsz az ügyről, ha neked most lábad kél és te eltűnsz, ígérhetem, hogy mi keresünk. És akkor hogy vagy, ti kaptok egy papírt az eredeti igazolva, mondjuk egy ilyen műkincsnek, tehát a múzeum elküldi, a mi tulajdonunk van, ti ezt ellenőrzitek, és megérkezik maga a múmia, ez a hivatalos út? Ennek a hivatalos útja az volt, hogy maga ez a kollekció, tehát több mint 30 múmiából álló kiállítás, ugye ez egy vándor kiállítás. Ennek az értéke iszonyú nagy, ezt mi ki sem tudtuk volna fizetni, viszont mi kölcsön adtunk Amerikába. Nem, jaj nem. Hanem mivel, hogy jól mondtátok, hogy a váci múmiáink is közöttük vannak, ezért mi ingyen megkaphattuk minden díjmentesen ezt a kollekciót. Aha, tehát ez így egy csere kiállítás. Így van, meg a mi múmiáink, a váciaink is mennek tovább. Aha, jó, hogy ki jött rá arra, hogy ebben ember van, mert szerintem ez nem volt tudatos, hogy én nem arra a pontra lennék kíváncsi, hogy egyszer csak erre valaki rájött, hogy ebben van valaki, tudjátok, hogy az hogy történt? Ez úgy történt, hogy amikor a holland tulajdonos megvásárolta ezt az aranyozott szobrot, akkor ő még nem is tudta, hogy ebben egy múmia van. Tudtam, megvásárolta, nagyon szép Buddha szobor volt, és gondolom kitette a nappaliába, vagy bárhová is, majd jó hiszeműen odaadta az Asszony Múzeumnak egy kiállításra. Akiknek feltűnt, ugye ők azért emberek, és nézegették ott a szobrot, hogy valami rés van alul, a szobor alatt, és akkor egy CT alá vetették, röntgenezték, és ekkor látták meg, hogy ebben nézegették, rázogatták. És ebben, hogy egy múmia van. És utána C14-es vizsgálatot csináltak rajta, amiből kiderült, hogy valóban egy 1100-as évekből való 30-40 éves szerzetes múmiája van benne. Mondjuk óriási a sztori. Tehát, hogy nem is tudták, akkor jól sejtettem, hogy ezt nem is tudták egyébként, hogy ebben van valaki. Maga a tulajdonos se tudta. Uh-huh. És ezt ki sem bontották soha a szobrot? Tehát a múmiát még nem is látta Nem. A CT felvételeket látjuk, a röntgen felvételeket látjuk, hogy is helyezkedik el benne. Na, most, hogyha én eredeti tulajdonosa vagyok ennek a múmiának, és kölcsönadom, akkor nekem nem kell egy papírt adni nektek, vagy a másik múzeumnak, hogy jó napot kívánok, Rákóczi Ferenc múmia tulajdonos vagyok. Nincs ilyen? De a tulajdonos abszolút legális. Szóval amikor mi megkérdeztük, mert nyilván amikor hozzánk kerül egy-egy ilyen alkotás. Ha megkérdezik, hogy loptátok? Nem, akkor mi olyat fogadunk be, ami legális.
Tehát nektek a múzeum ilyenkor gondolom elküld valamilyen papírt. Mikortól legális? Tehát honnan lesz legális a dolog? Hát ez egy nehéz kérdés. Ha a múzeum elküldi, hogy az övék, vagy ismerik a, ugye, a tulajdonos. Igen, akkor én miért is járjak utána, hogy vajon és előtte, mert ez több száz évre visszavezethető lenne, de mivel az utolsó szerződő fél, akivel ugye mi kötöttük a szerződést, megmutatta a papír, hogy abszolút legális az egész. Meg azért felvetődik a gondolat, hogy szerintetek a tulajdonos, hogyha tudta volna, hogy ez lopott, akkor körbeadja egy európai kérdés. Igen, jogos. Azért nem utasztatod nagyon a lopott műkincsedet, hogy még elviszed négy múzeumot. A kínaiak kiszúrták a tudósítást, ami itt készült nálunk, hogy ott a szobrunk? Egy holland blogba megjelent, mert a Mongóliában találtak körülbelül egy hónapja egy ilyen szerzetes múmiát. Minden szobor nélkül, csak magát a belsejét. És akkor egy holland blogba írtak, hogy így Budapesten is tudnak egy ilyen buddhista szerzetes múmiáját, és erre figyeltek fel igazából a kínaiak. Aztán amikor most pénteken ugye elvitték a szobrunkat, megjelentek egy ilyen kínai stáb, akik ugye nagyon tisztelettudóak, és azt mondták, hogy az egész múmiavilág kiállításra kíváncsiak. És akkor mi naivan 2 órán keresztül vezettük őket, megmutattuk nekik a lápi múmiánkat, ugye, akit egy élesztős dobozba tett egy rendőr, amikor megtalálta. Megmutattuk. Milyen gondoskodó volt. Ja, az azért, hogy kerülhetett egy élesztős dobozba egy múmia. Igen, de a kínaiak már azért jöttek, hogy eljussanak az előbb említett szoborhoz. Ők már jöttek megfigyelni, hogy vajon az övéke a szobor? Igen, és akkor végigvezettük őket a Csáncsáj múmián, végigvezettük a Csincsoró múmián, mindent részletesen elmondtuk, és csak hallgatták, bólogattak, és a végén odaértünk az Ázsia részhez, és azt kérdeztük, és ki a tulajdonosa? És hogy került? Aha, tehát már egy kínai delegáció jött lenyomozni a múmiát. Oda mentek az üveghez, kapargatták, kopogtatták, felemelték az üveget, megpróbáltak alánézni. Nem emelhették fel nyilván. Aha. De nagyon nézegették, nagyon vizsgálgatták, és én is olvastam erről nyilván, és már azt olvastam, hogy már tudják, bizton tudják, hogy ez ugyanaz az alkotás, amit ugye Kínából elloptak. Na, ezen azért egy kicsit elgondolkodtunk, hogy ezt hogy a fenébe tudhatják, amikor még csak szombat délutánra ért ki maga ez a Buddha szobor. Még vizsgálatok se indultak. A holland tulajdonos amúgy kezdeményezi a vizsgálatot, mert szeretné magát tisztázni. Lehet, hogy tégla van köztetek? Ezzel kéne megnézni, kijelent a kínaiaknak. Igen. Az értéket nagyjából ennek felbecsülhetjük? Vagy lehet egy nem. Tehát, hogy ekkor szokták mondani, hogy felbecsülhetjük. Na jó, de valamennyiért az emberünk meg tudta ezt venni, hogy ennek 1 millió dollár, 1 millió euró, 500 000. Na jó, de akkor mi nem is volt benne a múmia. Csak hogy körülbelül egy ilyen 100 éves, 1000 éves arany Buddha szobor, körülbelül a műkincs piacon, ha egyszer mondjuk nekem eladnának egyet, akkor mitől válik majd ez gyanúsá, hogy nem az eredeti összeget kéri, vagy megközelítőleg mennyi ennek az értéke? Vagy hasonló szobor. Műkincskereskedő tudna igazából megmondani, hogy aki abszolút ezzel foglalkozik. Ezt én nem tudom. Meg kivesz meg egy lakott házat, nem? Hát úgy értem. Azért mászom bele a kis arany Buddha szobroma, és ott már van valaki. Nem csináltam jó bizniszt. De azért az se jellemző, hogy egy nap alatt be kell csomagolni és elvinni. Tehát azért azt gondolom, ez egy rendes csomagolás, előkészítés. Ez nem csak, ez gyere Józsi, rak be a dobozba, mert itt van már DLS, és már visszük el. Tehát hogy azért ez nem így működik, nem? Igen, ez elég speciális amúgy, mert általában a kurátorok, a múzeum kurátora is szokták kicsomagolni és becsomagolni a tárgyakat. De nem is a mi szakembereink, hanem jött a holland, és akkor ő csomagolta ki, és eredetileg úgy lett volna, hogy ő is csomagolja be. De hát milyen ilyen gyorsan elvitték, meg gondolom, biztonságban szerette volna tudni a tulajdonos. És milyen hamarabb szerette volna, ugye, hogy kivizsgálják, hogy igazából lopott-e, vagy sem, vagy-e, az-e, vagy sem. Sola bácsi, most tudjuk, hogy merre kallódik szegényként? Most visszament nem tudjuk. Hát Hollandiában. Aha, felszívódott. Ennyit tudunk, de ugye azért nem maradtam így munkanélkül, hogy elment a Buddha. Hát nyilván persze, mert van egy csomó, mert hogy például mondom, a lápi múmiáink nagyon érdekesek. De helyes vagy, hogy itt tolod ezt a lápi múmiát. Nagyon jó, tehát hagyjuk a kínaiakat, viszont itt van a lápi múmia, még egyszer mondom, a lápi múmia. Én elmegyek, megnézem, ha ez megnyugta. Most már tényleg tiszteletből én is oda megyek. Egy rendkívüli tárlatvezetést tartanánk nektek. Amúgy az, hogy jó-e, hogy visszakerül általában így az eredeti helyére a múmia. Nyilván azt kívánjuk, hogy ahhoz kerüljön vissza,
aki a jogos tulajdonosa ennek. És mondom, ez több hét tart, míg ez kiderült. De volt arra példa, amikor például a Fülöp-szigeteken a kabajánoktól elloptak egy múmiát. Az volt a múmia neve, hogy Apu Anu. Apu Anut füstöléssel mumifikáltak, és utána, hogy betolták egy barlangba. És aztán ellopták ezt a múmiát, és visszakövetelték utána, mert meglett, hogy kilopta el, és visszakövetelték ezek a kabajánok. És azóta, hát az interneten, ha megnézitek, szelfiznek velük a turisták apró pénzért, mindig a barlangban, amikor kitolják őket, a napsugara éri ezeket a mómiákat, az évek folyamán már teljesen romlott az állaguk, míg mondjuk egy múzeumban megfelelő pára tartalom. Hát igen, bizony. Na jó van. Őket. Mónika, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szeretettel várlak benneteket, akkor a el is megyünk. El is menjünk. Esetleg még van itt a lápi múmiáról gyorsan? A csáncsáj múmiákról tudjuk. És vajon mit szorongat a kezében a csáncsáj múmia? Maradjon ezt titok, oda megyünk és megnézzük. Attól függ, hogy kis vagy nagy dolog. Attól függ, hogy mit adunk a kezébe. Így van. Mónika, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát nektek. Köszönjük szépen Kislefán Mónikának. Köszönjük. Azért igen. Képzeld most a kétségbe esett kínai delegációt, hogy éppen próbálok átcsekolni már Hollandiában. Nem követik a szobrot, értenem, nem, itt már nincs, már foglalják át a helyet. Amszterdamban már mennek oda, már ott nyomozzák az ő kis szobrukat. Vagy már beindultak a gazdasági szankciók. Magyarország ele már korlátozzák a pamucokni és a szójaszósz behozat. Igen, de milyen durva tényleg, hogy egy nappal azután, hogy ők ráismertek a szobrukra, már itt volt egy kínai delegáció megnézni. Uh-huh. Gyanúsan végigjárták a múzeumot, de fura kérdéseket tettek fel a múmiánál, tudod? Jó, hát ha a lápi múmia nem érdekében, ha itt van, nézzék ezt a vatkot. És hogy uratkozhattak 3 órán keresztül, amíg végigmondták nekik, mert ha menjünk már, mert a főnököm megsérberuk. Nézzétek az órájukat. Igen, még nem jött jelentés a múmiáról. Hát ez egy nagyon, nagyon érdekes történet volt. 8:09, ha valaki szeretne velünk hármasugrást jelentkezni, írja nekünk SMS-t, mi pedig jövünk, Ákos, hírei után. 2 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Az Árpád-hídon van egy baleset, méghozzá a külső sávban Pest felé. Ezt Dóri küldte nekünk, Dórinak köszönjük szépen. Burkolat felújítás van az M1-es autópálya Bicskei szakaszán, mindenki óvatosan, Tutankhamon írta nekünk. Ezt is köszönjük szépen. SMS-ben kaptuk. 4-esen Ceglédnél a körforgalomnál Pest felé 4 kilométeres dugó van. Pisti üzente ezt meg nekünk, valamint a 6-os úton is egy picit lassabb a haladás, de hogy hol, azt egyelőre nem látjuk. Viszont azt igen, hogy a Rottenbiller utca is elesett, ezt Ronin küldte nekünk. Okot ott sem tudunk, csak ha valaki esetleg arra menne, akkor próbáljon meg kerülni. Na, játszunk egy jó kis hármasugrást, már itt is van a játékosunk. 3, 2, 1, a hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok, Gréti vagyok. Hello Gréti, honnan hívtál minket? Tatabányáról, mit csinálsz ott? Hát én itthon dolgozom, ovi filmeket vágok a párommal. Ovi filmeket vágsz? Ez mit jelent? Mi az? Igen, hát óvodákban filmezik, és ilyen kis moziszerű filmeket készítünk belőle a gyerekek egy-egy napjáról, és akkor a szülők láthatják, hogy mi történik velük az oviban. Az nagyon profi. Júj, de jó, és ezt utána eladjátok? Tehát értékesítitek a szülőknek? Így van, igen, meg lehet rendelni, igen. Megveheti a kis Marcikáról szóló filmet, és akkor... Egy nap csak egy gyereket filmez a párod, tehát hogy rá Marcikára, és egy nap Marcikáról szól, vagy mindig nagy totát mutat, és akkor... Nem, erről van egy tök jó módszere, egy nap olyan 4-5 gyereket is fel tud venni egyszerre, úgyhogy érdekes filmek készülhessenek belőle a végén, és akkor azokat el tudja adni utána. De jó, nagyon jó. Előre tudja, hogy kiket kell felvenni, előre megtörténik a rendelés, és akkor úgy. Az óvoda tud róla, vagy egy szekrényből csinálja az óvoda tudta nélkül, úgyhogy bent ül, este 8-kor bemászik, és másnap este 8-ig ott ül. Vagy... Nem szokott bujkálni, nincsenek ilyen hajlamai, előre meg van beszélve persze óvónő. Na jó, hát ez csak azért. Meg kellett kérdezni, nehogy baj legyen. Tudnak ilyenkor természetesen viselkedni a gyerekek? Nem kezdenek el így játszani? Meg szerepelni? Hát, ilyen korban még tudnak. Maximum az elején furcsa még, hogy ott van a fotós bácsi, de aztán megszokják hamar. Aha. És az óvónénik is tudnak? Igen. Na jó van, mutatom, milyenek a kérdések? Simán. Vinni fogja. Mind a hármat tudni fogja. Igen? Aha, így. Hangra megmondom. Könnyűeket ért? Egy hétfő van? Vagy? Nem, úgy érzem, okos.
Ja, hogy okos, ha? Na jó. Pasztartóért így szól az első kérdés. Hogy nevezik idegen szóval a serdülőkort? Fogadtás. Apu, köszönjük, Isugat. Apu. Ki volt ott? Igen. A kamerás? Igen. Igen, együtt vagyunk, igen. Jó, menjünk tovább? Igen, persze. Második kérdésünk így szól. Melyik írónkat szokták az egri remetének is nevezni? Gárdonyi Géza. Így is van. De apu is nagyon okosod. Az egri várban is van eltemetve. Na? Lehet a következő, tehát. Jöjjön így, ennyi, ilyen gyorsan? Persze. Ne kapkodjatok. Biztos? Biztos. Na, így szól a harmadik kérdés Morning Show-s óráért. Hány óra telik el átlagosan az apá és a dagály között? Nem kapkodni. Hány óra telik el közöttük? A kamerás mit? Kamerás mit mondod? Kamerás géppel, ahogy hallod. Hát... Tehát órára pontosan? Igen, kb. Hát, kb. Hogy érted? Hogy, tehát hogy? Hogy máshogy? Hát 6 órát mondanak. Mit mond az internet? A semmi. Legyen 6. Hát jó, 6. Jó, 6-ot. Ügyesek vagytok. És a nagy vállalat és a klinikák között merre kell kanyarodnotok jobbra vagy balra, ha lápi múmiákat szeretnétek nézni? Attól függ, merről jövünk. Igen. Jogos. Na, megvan az ajándékcsomag, küldjük nektek, ügyesek vagytok egyébként. Tényleg 6 óra telik el átlagosan az apá és a dagály között. Így van. Szuper. Köszönjük szépen. Nagyon, nagyon jók vagytok, Gréti. Üdvözlők az uradat, jó munkát neki az Oviban. Köszönjük szépen! Mi van, ha elfogynak a gyerekek, akkor megy át az iskolába, vagy megy a következő csoportra, vagy mert egyszer ez véget ér? 3 évente cserélődnek, úgyhogy amúgy... Ja, hogy pont úgy van időintervallumban, hogy mire az összes gyereket felveszi, jönnek az újak. Aha. Jó biznisz ez. Ki van ez találva, mi? Ki van ez találva, ez tetszik nekem. Hogy az egyetemi kísérj őket, tudod. Igen. Jó van, Gréti, köszi a játékot! Köszi, sziasztok! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Jaj, 8 perc múlva pontosan 9 óra. Tényleg nem voltak nehezek. Nem egyébként. Nem. Kedvet akartam csinálni a héthez. Ehhez a hosszú volt. Mindenki jelent, hogy hétfő van, péntek van. Picit szoktam. Hétfő nem szoktak olyan brutálisak lenni a kérdések. Szerdára berágsz, ott felszívod magad. Így van. És péntekre már újra kiegetsz. Ott minden. Vigyétek. Igen. Na, kaptunk egy tortát szerintem ajánlóban. Nagyon szépen köszönjük, ez miért a születésnapod? Nem most van a születésnapod, májusban van. Ne, igen. Hát Isten tartsa meg jó szokásatokat. Glutén, cukor, tej, tojás, szójamentes. És tortamentes. Igen. Torta van benne. És miből van akkor? Aha, jó kérdés. Igen, tehát mi van benne, ha úgy ez látom papírból, igen. Ha ez nem a dobos. És csak úgy valakinek eszébe jutott, hogy ma reggel is küldött nekünk egy tortát, vagy személy szerint te kaptad? Vagy? Nem, egy ilyen vegán cukrászda küldte nekünk. Megnézem, hogy hogy néz ki. Mondjuk én se teszek húst a tortában. Tehát, érdekes, ez egy nagy újítás, de hogy... Értem, nyilván most mindjárt megírják, a vegán nem azt jelenti, hanem nem amikor ez és az, és az nincsen benne. És megy a bolt, vajon? Jó néz ki? Hát most már menni fog, Feri. Ja. Ki kapta, te vagy mi? Mi. Ti na, jó, vagy. De ez többféle. Aha. Jó, mondjuk a csoki bombomban sincs. Kérsz valamit, adjak? Van a csokiba csoki, vagy ez már annyira vegán, hogy ez a csokiba a... sincs csoki? Kókuszkot. Csokimentes csoki bombom. Csokimentes csoki bombom, igen. Gyorsan még egy közlekedés, mielőtt elmegyünk hírezni. 42-es főút buszmegállóban a keleti főcsatorna előtt drága fotó készülnek, ezt Ati is küldte nekünk, és óriási a dugó. Ezt mondtam, de mondom még egyszer, az Árpád hídon ugyanis baleset van, és viszonylag nehezen lehet őket kerülni. Már több száz méteres a kocsisor állítólag, ezt Gábor is elküldte nekünk. Köszönjük szépen. 6 perc van pontosan, 9 óra. Jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 10 perccel, szép reggelt kívánom mindenkinek. Hétfő van, és elindultunk, mármint abból a szempontból, hogy már lassan tulajdonképpen az utolsó egy órában vagyunk benne, lassan nem, hogy elindulunk, befejezzük. Hűvös a reggel, most nem tudjuk milyen idő van, de kora reggel hűvös volt, viszont 20 fokot mondanak. Már a
kedre szerdára egyre melegedőd, igazi tavaszi időjárás, gyerekek, úgyhogy nagyon melegszik. Itt volt az ideje, egyébként megszenvedte mindenki szerintem ezt a telet. Jó tesz kicsit, hogy süt a nap, és ami fontos, hogy mi holnap vagyunk utoljára, aztán egy kicsit elmegyünk pihenni, nem leszünk 8 adáson keresztül, vagyis másfél hétig, utána még van egy húsvét, akkor mi már lennénk, csak akkor húsvét hétfő van. Csak mondták, hogy nem kell bejönni, srácok, hát olyankor nem szokott senki bejönni. Igen, úgyhogy nem kell bejönnünk, hogy kedden. Volna. Kedden leszünk majd utoljára, illetve pontosabban kedden leszünk újra először. Úgyhogy másfél héti best of megy. Jó? Hallgassatok, minket leszünk, csak a legjobb pillanataink lesznek majd itt helyettünk. Így van. De szerdától holnap még vagyunk élőben. És a Nagyvárattól, hogyha a Koronyon felé haladtok, a jobb kéz fel a lápi mumiá. M0-ás Sziget-Szent Miklósi lehajtó dugó, már az M0-ás lehajtónál óvatosan, mert addig ér a sor. A 10-es út megint totál beállt, Solymártól Budapest felé. Ezt Gábor küldte nekünk. Szentendrein befelé 8:55-kor, Aquincumnál a sor vége. Puszi Bali. Heves belterületén a 31-es főúton trafi, debreceni Rudi küldte nekünk, M0-ás M7-es lehajtójánál kamionsor vége az M1-es felé, ezt Hofi küldte nekünk, aztán a 42-es főút keleti főcsatorna, drága fotók, mindenki vigyázzon, Ati is küldte, Árpádhídon nagy baleset, ezt mondtam, valamint a Bicskei szakaszon az M1-es autópályán, ott is út felújítás van, mindenki óvatosan menjen, Tutankhamon küldte nekünk, köszönjük szépen. Üzehetek valamit? Hagyj üzenjek azoknak az embereknek, akiket a hétfő rossz fejét tesz. Mondta a Balázs, hogy igen? Igen. Ja, basszus tényleg. Szóval, hogy most már mindjárt kedd. Most már megyünk bele a hétbe. Most már ne legyetek rossz fejét. De ezt most mire mondod? Ismerjétek azt a típust, aki, hogyha találkoztok vele, illetve tudjátok, hogy benne vagytok a periférikus látásába, és lát benneteket. Na mi van, megint valaki nem köszönöm. Ha csak nem nézed bele a napba, tudod, de ez a... De mégse veszlek észre, de mégse köszönök. De mi van, csak tényleg nem látod? Aha. Adjön. Ismerős, nem köszönt? Mi van, tényleg nem látod? Egy csomószor... Mi van, tényleg nem látod? Hát miért feltételez, hogy te megjelensz valahol, téged azonnal látnak? Akkor óvatosabban. Mi van, ha téged nem látok? Akkor óvatosabban, hát nem közelebb annál a rohadt napfogyatkozásnál. Jó? Akkor hosszan nem szabad belenézni, tényleg, mert ez lesz a vége. De nyilván undokul, elfordult, leköpött a földre, majd arrébb ment, nem? Tudom, gondolom, hogy ez történt. Miről szól az egész. Nem kaphatja meg a testemet. De ez mind... Akarja ez pedig? Biztos, hogy erről. Ez megint a paranoiád, vagy tényleg látod? Nem, tényleg látod. Oda köszöntél, hogy hello? És rád nézett, és nem, szia. Mondott egyet, hogy nem, szia. Nem nézem. Vagy neked nem, hello. Kihívón nézem. Aha. Kihívón. De miért nem mész oda, és mondod neki, hogy szia? De tényleg, miért nem mész bele egyenesen? Köszöntem. De én? Hello. Hát persze, rá kell szólni. Most köszöntél? Nem köszöntem. Hát akkor miért köszönt volna vissza? Mert az esetek 90%-ában én köszönök. Ja, értem. Tehát volt egy ilyen kiköszön, kinek féle, ilyen mérjük össze a cerkát, kinek nagyobb, és végül is a két párbajvesztes nem köszönt egymásnak. Akkor ez történt. Én neki Nunia van. Akkor a testem nem akarja. De miért várod el, hogy egy nő köszönjen előre? Mi van, ha egy korrekciós műtétet ajánlott? Mi van, ha egy jól nevelt nő volt, aki azt mondta, hogy na, mutasd meg, hogy férfi vagy. Köszönsz-e nekem, Janika? Vagy János? Nem, hogy mit mutassak meg, hogy férfi vagyok? Csak azt akartam, hogy köszönjük, nem akartam, hogy szép. De milyen világ ez, ahol nem köszönünk egy nőnek, elvárjuk, hogy köszönjön, majd megsértődünk, hogy nem köszön. Hát köszönj rá előre. Ő jött később. Szia, Ibolya. Igen. Aha, akkor mondjuk ő neki kellett volna. Neked ilyen köszönés parád van, vagy ilyen köszönés fetisista vagy? Vagy picit igen. De miért nem ugrált? Hát akkor észrevett volna. Vagy egy ilyen tapsztok. De mi csinálkozott? Négy ütemüzekben. Egy és kettő, jó reggelt, kollégina, hajjá, egy és kettő, egy. Az a baj veled, hogy mindig a legrosszabbat feltételezed azonnal. Direkt nem köszönt, elfordította a fejét, hát a legjobbat nehéz. Mi van, ha egyszerűen nem vett észre? Főzte a reggeli kávéját, át az automatánál, a pasia bevallotta neki tegnap, hogy mit tudom én. Mellett. Szeretője ja, van. Mi azt hittem, hogy én csak átszaladt így keresztbe egy poloska padló szőnyeget. Az volt hát az gondolta, hogy nyílt napon és gyerekeket is beengedte. Ja, igen. Mit tudom én, mit gondolj? Ezek se tudták sehova tenni a gyereket. Azt tudod, hányszor állok én is ennél a szörnyűséges automatánál, és próbálom, hogy szendvics legyen, vagy csoki legyen. Igazán egyiket sem ennék, de éhes vagyok, a büfében lusta, így állok, főleg. És belemerülök az automatába. Szendvics legyen, csoki legyen, aztán veszed észre, hogy ez egy vízautomat. Igen. Jaj, de forró ez a kávé, ha hiszen ez friss víz. Szóval, hogy ne feltételezd egyből azt, hogy nem vett észre. Hát ezzel magadat tudom bántod, tessék? Én a hétfőnek tudom be, mert van, amikor szerdán köszön.
De nem azt mondom, hanem, hogy ne feltételezd egyből azt, hogy nem köszönt, feltételezd, legyél jó. Ja, most magamat bántom ez? Igen. Igen, legyél hogy fáradt. Na, imád. Tulajdonképpen mit csinálsz? Ostorozod magad, hogy jaj, nem köszönt, nem köszönt. Én hogy mennyire mit más, tegyek, ugyanaz tegyek, a... hogy felhívom magamra a figyelmét. Ne. Istenem, hogy lehetek ennyire középszerű és szürke? És nem, tudod, én mindig azt mondom, az ember valósága az, amit önmagában összetesz. Azt éled meg valóságnak. Nézzük meg, mi történik, amikor Bali kimegy, és ott áll egy nő. És mondjuk nem köszön. És megint egy kompony alapítörés. Aranyom, keljen fel erről a hideg körről, hát még megfázik, mondanám neki. Dehogy is nem. Én azt feltételezni, eszembe nem jutna önmagamat valaki miatt ostorozni. Mit mondanék? Még ha köszönne igen, is. Igen, mert nem aláhúzok egy lábtörlőt, hogy legalább ne fázom föl. Nem. Azt mondanám, hogy biztos nem látott. Mi a különbség? Ugyanazt a dolgot ítéled meg, de az egyik ítéletben önmagadat bántva lealacsonyítod magad, a másik ítéletben feltételezed, de hogy nem veled van a baj, hanem biztos nem vett észre. Kvázi két dolgot feltételezel azonnal jól, hogy ő nem vett észre. De a zsűrrel hasonlítsa, nem magaddal, mert aki egyszer téged látott, az már azontól mindig téged lát. De most tök viszont mindenki... A zsűr, mert a zsűr kb. Olyan, mint én. De most akkor ezt a zsűr... dicséretnek zsűr. A zsűr kimegy. Ráborul az automatára. Alszik egy órát, innen indulunk. Igen? Támasztja az automatát. Hát persze, hogy nem közel. Nem is zavarja. De nem azt mondom, tehát, hogy nem mindegy, hogy mit raksz össze a saját világodból. Tehát ez egy valóság, amit te így érzékeled. Meg akarom mutatni, hogy a valóságnak többféle érzékelése van. Én azt mondanám, hogy biztos nem vett észre, azért nem köszönt. Ugyanazt a valóságot éljük meg, de mégis más szubjektív hálón, szubjektív szemüvegen keresztül. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy nem vett észre, azért nem köszönt. De így róla is rosszat gondolsz, de leginkább magadról gondolsz rosszat. Mondd azt, hogy biztos nem vett észre. Mit mondasz? Ugyanazt a valóságot ítéled meg, és de róla jót gondolsz. És most és már két hónap. Róla is jót gondolsz, hogy biztos álmos vagy, nem látod, de magadat sem hozod olyan helyzet, hogy nem vett észre, miért nem vett észre, közel, és akkor elmészted magad, rosszul esik, tudod, és akkor így nem ugyanaz a valóság, két különböző megítélés. Volt valami a férotok? Nem. A rég múltban? Nem. Semmi. Tehát mivel húzhattad ki nála a gyufát? Nincsenek ilyen afilm, és beszól. Hogy vagy megházasodtak. lehet, hogy szerelmesen dühös. Tehát lehet, hogy van benne egy hallgatott minket 6-kor, és hallotta, hogy mit tudom, mint te elmondtad, hogy hol voltál hétvégén a családoddal, a gyerekkel, a Mónikával, és ő most dühös. Így van. És azt mondta, hogy itt van ez a kis nem is köszönök neki. Ez a kis valaki. És nem is köszönök neki. Tehát ő szerelmes, és így adja a tudodra. Képzel magad az a kis Istenem, annyira imádom, annyira Isten lehet az egyéb. Nyilván ez történt. Nem? Én valahogy ezt érzem. Kérdezz meg tőle. Hogy? Hogy szerelmese beléd. Oda mész, meghúzogatod egy kicsit az arcát. Nem szabad. Nem szabad azonnal mindig mindent magadra venni, mert tele lesz a hátizsákod, és ezt nem tudod lerakni. Tehát, hogy próbáld meg egyszer. Mi van? Milyen lesz tele? A hátizsák. Hogy folyamatosan pakolod bele ezeket az általad negatívnak megítélt dolgokkal, tulajdonképpen azt hiszed, hogy ez így van, de közben csak a saját megítélésed miatt mondod azt, hogy biztos nekem nem köszönt, érted? És agyon nyomja? Köszönj egyszer úgy, hogy nem köszönsz nekem. Nézd meg, hogy mit csinálod. Jó. Szia Zsül, szia Feri, és ő neki nem. Azt el tudom képzelni, hogy téged ez mennyire megzavarna. Semennyire. És gondold el, mindenki, abból tennéd össze a saját önértékelésedet, hogy most véletlen valaki nem köszönt. Hát ez milyen, ez egy minden nap máshogy teszed össze az önértékelésedet. Ma köszöntek, ma szeretnek. Ma jó vagyok. Ma nem köszöntek, ma nem szeretnek. Ma nem köszöntek, ma nem szeretem magam. Ma rám köszöntek, ma nagyon szeretem magam. Hát mennyire labilis lennék, érted? Uh-huh. Jó, akkor majd tényleg majd nyitok felé. Jó? Az mit jelent, hogy előbb? Hát ne, oda megyek, meg egy kapucsinóra. Ott van ez a beengedő automat, és akkor itt oda támaszkodok, így ránézek, mert látom, hogy kb. Akkor most kell bejönni, oda támaszkodok, és akkor arra jön, és azt mondom, igen, hello. Beengedhetlek, baby. Natúra vagy panír? Hát úgy, érted, úgy aztán nagyon szimpatikus. Aztán nagyon szimpatikus lesz. Szerintem. Lehet, hogy először úgy picit egy bántónak fog érezni, de amikor jobban belegondol, akkor szerintem. A natukt választ. De azt mondod, hogy egyszer köszön, egyszer nem. Igen. Ugye? Lehet, hogy amikor köszön, akkor se neked köszön. Át, és azért összekever valakivel? Ma csak simán összekevert valakivel. Érted? Vagy nem ismert meg, vagy amikor köszön, nem neked köszön. Ott állt mögötted Balázs. És annak baromira örültél, hogy végre köszönt, akkor se rohadtul neked köszön, csak most nem állt mögötted senki. Nem. Lehet. De kivel vagyok? Kivel keverhet össze? Mikó Istvánnal?
De most komolyan. Mondom, ilyenkor a megoldás, hogy fölugrasz és tapsolsz egyet. Vagy csak egy tapsolok és rák, és kiáltok. Hé, hey, itt vagyok! Hé! Hey! Én ezt simán el tudom képzelni. Vagy nyomsz egy némi négyitemű fekvő támasztékot, vagy gurulsz egyet ördögszekérbe, vagy megfogod a lábát, és gurultok az egyet. Az a baj, hogy a gurulásban ugye van egy olyan pillanat, amikor nem látom őt. És amikor felállok, és nem lenne már ott, az kellemetlen lenne. Szerintem a tapsolás kiáltás az jobb, az ajánlható. Hé! Hey! Ha úgyse. Akkor megvan, igen. Figyelj, hogyha... Ha viszont azt halljátok majd kintről, mit tudom, két megszólás között, hogy hé! Hé! Akkor egy delegáció érkezik. Kérdezi a Feri, hogy mi ez, Bali? Semmi, jöttek tizen, és egyik se köszönt a Janinak. De üzemlátogatáson, de úgy látszik, senki nem köszönt a Janinak. Jössz be nagyon leizzadva, tért, és lenyomtál 24 étemű fekvőt, azt ugrottál, hatot tapsoltál, 4 Fosbury-t belekevertél. Vagy valami kozák tánccsoport érkezett, és így gyakorolna. Igen. Na, egy érdekes témával folytatjuk, egy kimutatás szerint az ember, ha részeg... Hey! Ja, csak jött valaki. Nyugi, de nekem köszönöm. Jaj. Az ember, ha részeg, sokkal bátrabban küld üzenetet, és ezen üzeneteket, ha nézzük, mennyiségileg 60-70%-át részegen állítólag mi megbánjuk. Erről szól egy újabb kutatás. Megvizsgáltak olyan SMS írókat, akik alkoholos állapotban küldtek el SMS barátnak, feleségnek, barátnőnek, és kiderült egyébként, hogy az ember valami olyan tudatállapotba kerül, ilyenkor nyilván megvilágosodik a sok alkoholtól, hogy másnapra az SMS-ek 80%-ára vagy nem emlékszik, vagy megbánja, vagy úgy érzi, hogy nem kellett volna elküldeni. Hát ez milyen szép dolog, mindenki volt már ilyen helyzetben, amikor is ugye hát megírod, felbátorodsz, elküldöd, és vagy holnap jössz rá, hogy mit küldtél, vagy amikor az este hátra lévő részében már józanodsz, és elolvasod újra a telefonodat, hogy úristen, ezt tényleg elküldtem én. Mitől lehet az alkoholol gyagátlást? Valószínűleg ettől, nem? Mert hát szép a világ olyankor, kicsit kinyílik a régi szerelmeidet, visszasírod, és ma indítasz egy és indítod az üzeneteket az exeknek, vagy indítod az üzenetet a főnöködnek, vagy azon kollégádnak, aki egyébként nem merted neki megmondani hétköznap, hogy mit gondolsz róla. Bátrabb vagy, ez igaz, viszont ugye a helyesírási készség és a fogalmazási készség a nulla felé indul, már csak ezért is érdemes visszaolvasni. Akkor van szerencsét, hogyha tényleg nem tudsz egy értelmes szót beírni. De én látok különböző bulikban tényleg ilyen embereket, akik valahogy annyira le tudnak részegedni, hogy grafománok lesznek, és elkezdenek írni. És megkérdezed, hogy kinek is tényleg, de most megírom, most megmondom neki. De ez a főnöknek megy által, igen. Most a feleségemnek. Hogy rám ez így soha nem jön. Vagy így nem is szoktam sűrűn nagyon berúgni, de ha berúgok is, akkor általában ott van. Mert olyankor elveszik a telefonodra, tudom. De nincs ez a fajta grafománia rajtam, hogy akkor most nagyon ki kell, hogy írjak magamból valami. Te írogatsz? Nagyon jó, persze. Tényleg? Hát már nem csinálok ilyeneket, de régen még. Már neked is le van tétve a kimerődő. Van egy nagyon jó app rajta, tudod, ami azt csinálja, hogy ha SMS-t akarsz írni, akkor rákérdez 3 kérdéssel, és hogyha te túlmész a 3 kérdésen, akkor enged. Tényleg elküldöd annak a gyökér? Biztos, hogy ezt akarod írni? Érted? És ha a 3 kérdésen túljutsz, akkor engedi, elküldi az SMS-t. Nem hiszem el. Tehát önmagunkra vigyázó applikáció hogy ne írjál hülyeséget részegen. És szorzási, osztási feladatokat kell, vagy lexikális tudás, vagy csak ő kérdez valamit. Nem, az, hogy ön részeg? Nem. Tényleg azonnal nem. Lezár. Tényleg nem ez a 3 kérdés. És most mondja vissza azt a szót. Tehát a program bevizsgál engem, hogy részeg vagyok-e? Így van, hogy alkalmas vagy az SMS megírására. Ha ez igen, akkor engedi elküldeni. Ha nem, akkor vége. És ha úgy értékeli a program, azt mondja, akkor te most ne küldj. Nem vagy olyan állapotban. Nem vagy olyan állapotban, letiltja az SMS küldő funkciót, amíg túl nem jutsz a 3 kérdésem. Kinek ír ilyenkor az ember leginkább? Főnöknek? Szerintem a főnököket osztják ki nagyon. Rengeteg olyan főnök van, aki péntek szombat hajnalban nagyon sok, vagy vasárnap hajnalban nagyon sok SMS-t kap. Exed. De az exednek miért írnál? Az exednek szerintem maximum a csajod ír, nem? Vagy te ki vagy borulva, vagy elhagyott, vagy megcsalt. Hát akkor elhagyott. Igen, de ha van sértettség, akkor igen. Neki, hogy. Akkor megírod neki, hogy egyébként meg... Mennyivel jobb pasival vagy te most együtt, és egyébként is milyen kicsi volt neki. És én nem írok ilyet, hogy jobb pasival vagyok, de igen, de fordulhat. Exeknek, főnököknek, szerintem ez a két kolléga, nem kolléga, még a kolléga. Kolléga. Ex-főnök kolléga. És kolléga. Ugye? Még így van. Na, nézzük meg, hogy igaz-e ez a kísérlet, drága hallgatók. Gondolkozom, minek ez elmúlt pár évből. Hogyha volt olyan szituáció buliban,
esküvőn, bármilyen lerészegedés alkalmával, amikor ti úgy éreztétek, hogy most eljött az igazság pillanata, most vagytok annyira részegek, vagy annyira őszinték, hogy el kell küldeni a főnöknek, barátnőnek, szeretőnek, vagy éppen jelenlegi párkapcsolatnak, az is egy dolog. Vagy ez is egy érdekes dolog. Hogy most megvilágosodsz, előgyűjtesz a haverok, felturboztak és elküldöd neki, hogy mit gondolsz valójában. Akkor írjátok meg nekünk, hogy milyen állapotban volt, és mi volt az SMS szövege, ha emlékeztek rá, hogy mit írtatok, nem kell egészen pontosan, csak mit kapott a főnök, a barátnő, a feleség vagy az ex. Te sem vagy az a nagy küldözgetős, nem? Nem, nem. Ugye? Nem. Mondjuk én is ritkán szoktál, de hogy nem érzed akkor azt. Akkor én már nem tudom kezelni a telefont, tehát hogy akkor már megkapcsolni se tudom. Nem tudom. Igen, azt vettem észre, hogy te akkor szóban vagy gyilkos. Tehát, hogy neked... Jó, de akkor ő nem válogat. Viszont nem bánom meg. Te általában nem bánom meg. Igen, de nálad nem kell, hogy másfél két deci borra, és elkezdesz mészárolni. De ilyenkor mindig örülök, hogy azért van köztünk egy olyan kapcsolat, hogy nem én vagyok a céltábla, én csak állok melletted egy szintén. Majd akkor borra. Elmesélem, hogy mit mond, amikor nem vagy ott, jó? Az is nem. Ő nagyon szeret mozizni. Figyelj, én leállok, mindenki. Fogom a kis boros poharamat, és János. Kicsit megböködöm, ott jön, most adjam. Ott jön. És János elindul. Elindul és mészáról. Lesz szép is. Az Istem a 2004-es Sziget Fesztivál volt a legjobb ebből a szempontból, de ezt már meséltem nektek. Kitelepülésen voltunk, akkor még délutáni műsort csináltam a Péter Petrával. Picit és megvilágosodtál? Nem picit. Úgy érezted most eljött a tepillanatot. Ha világosodik az ember, az nagyon világosodjon meg, és a tankcsapda koncerten pedig ráadásul főnökre vonatkozó információk is elhangoznak, ugye vannak olyan dalok, amelyek... Tehát a szigeten az ember, igen. Na, és én már jó voltam, és akkor éreztem, hogy az akkori jelenleg programigazgató úrnak elírjak egy SMS-t, ami után mondta, hogy akkor mindenféleképpen beszéljünk, és ráadásul az volt, hogy elkezdett hívogatni, én meg tudod, kinyomtam. Hú, de rossz, az a nagyon rossz bátor részek, tudod, aki kinyomja. És utána írtam neki, hogy most megalázó lenne, beszélgessünk, értsd meg. Hú, és ez az érzelmes, ez a nagyon rossz részek, aki kicsit érzelmes, kicsit sértődött, kicsit, de azért be akar olvasni. Most mindenért megkapod. És kicsit kéreti magát. Jaj, tudom. Megkapod, na ez voltam én, a tankcsapda koncert, mondtam, nem gondolod, hogy meg a Lukácsot hallgatom, és nem téged. Ilyeneket írtam neki, szerintem nagyon örül. És az idő jó, de rossz a hely, és... Igen. Amit mond a tankcsapda, igen. Hát ezért mondtam, hogy oda vonatkozó szövegrészek voltak, és akkor így és írtam. Azt hitted, hogy kirúg, és azt mondta, nem, a büntetésed lesz, még 4 évig ugyanezt a műsort kell csinálnod a Petrával. Ha nem, jó volt. De ez is jobb egyébként, hogy ezt küldted el, mint hogy azt küldted volna el neki, hogy gyűrgössze a lepedőt velem. Igen, ez is egy tankcsapda szöveg. Na jó, drága hallgatók, tehát kinek mit küldtetek el illuminált állapotban, jó? Feleség kapott-e, főnök kapott-e, kollega, vagy éppen barátnő vagy ex. Jó, várjuk az SMS-eket, SMS számunk 06 70 645 00 00, jövünk a reklám után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 óra múlt 31 perccel, vagyis fél 10 múlt 1 perccel inkább. Hova ment? Kiment köszönő próbára? Valószínűleg igen, megint bedobja magát. Megőrülök neki, mennyi harca. Tapsolj, kiállj! Megőrülök, mennyi harca van a világgal egyébként. Döbbenet. Most elmen megnézni, hogy ott van-e. És újra tesz egy próbát. Igen, Járos még nincs itt. Egy buliban Anna helyett anyának küldtem gusztustalan tartalmú üzeneteket. Írja egy hallgató, az nagyon szép, amikor a saját anyád meglátja, hogy nem vagy túl jó állapotban, és elolvassa, hogy mit gondolsz egyébként Annáról. Ugye arról beszélgettünk, hogy egy kutatás szerint az emberek 70%-a megbánja azt, amit buliban küld, mert hogy az alkohol miatt egy kicsit felbátorodunk, és hát leginkább alkoholos állapotban merjük, tudjuk kiosztani a párunkat, az exünket, a főnökünket, vagy éppen egy-egy olyan barátot, aki megbántott bennünket. És a legszebb, amikor ez a Anna helyett anyának küldöd el, és még részegen megpróbálod fölhívni az anyádat, kimagyarázni, hogy de ezt nem neked akartam küldeni. Hát Anna, akkor nem szabad telefonálni. Ja, igen, nagyon jó SMS-ek vannak. Leittam magam, mert kiderült, hogy megcsalt a barátnőm. Megírtam neki, hogy egy utolsó ribés, hogy fájjon neki azt is, hogy a húga sokkal jobb volt az ágyban. Anikó helyett anyának ment, volt nagy csend a húsleves felett vasárnap. Ezt Dave küldte nekünk. Ja, Istenem. Tapsoltál, kiáltottál? Voltál? Nyomtál egy üteműt? Figyelj, annyira ég a tenyerem. Vannak, igen, vannak érdekes történetek, közben SMS-ezünk éppen.
Tuti egy nehéz vizsgámon euforikus állapotban, ja túl egy nehéz vizsgámon euforikus állapotban írtam a férjemnek, hogy mit, hogyan és hányszor csinálunk, a hazamegyek. Majd ezzel a lendülettel elküldtem a fogorvosoknak. Aki visszaírta, hogy jöhetsz. Ez már azért inkább a félremenő SMS kategória, de most beolvastam, most még kifejezetten arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor írt az ember alkoholos befolyásoltság alatt SMS-t. Egyébként a fogorvosom visszaválaszolt, hogy rajta nem múlik. Na, ugye? Júlia. Igen. Volt egy nejemnek írtam meg a válás után, micsoda, volt nejemnek írtam meg a válás után, igen, hogy a főnök asszonyával csaltam meg egyszer, ő erre, én meg a tiéddel téged többször is, válaszolta volt neje. Erre írtam a főnökömnek, elmondom a nejének, milyen kecsek disznóval él együtt, a neje elolvasta, egész éjjel vele sírtam egy parkban borral együtt. Ezt nem, gyerekek, ezt én nem tudom kibogozni, ezt nem tudom kibogozni, ezt a történetet. Itt mindenki volt mindenkivel, nem? Én a főosztályvezetőmtől kérdeztem meg alkoholos állapotban hajnali kettőkor, hogy átmenjek-e lehúzni róla a bugyit. A probléma az volt, hogy egy 110 kilós férfi. Tibi bácsi küldte. Tibi bácsi küldte nekünk. Lehúzom róla a bugyit, igen. Egyetemi szalagavató után úgy berúgtam, hogy apámnak ki akartam fizetni a benzinpénzt, amiért eljöttek a műsorra. Jó a műsor, már küldte nekünk. Én alkoholosan a vízvezeték szerelőnek nyomtam félre egy SMS-t, amiben szerelmet vallottam. Ő boldogan visszaírt, hogy jó, ez neki nagyon jó, és neki tetszik, és én is bejövök neki, Timi küldte nekünk. Részegen küldött SMS-ben szerelmet vallottam a sógornőmnek, de sajnos a feleségemnek címeztem. Gondolom, névvel együtt írtad. Már hogy odaírtad bizony, az ő nevét. Mert hogyha nincs rajta név, akkor még kimagyarázható valamennyire a dolog. Hogy még mindig lobog az a tűz. Hát a feleségednek elküldöd a sógornődnek szánt szerelmes üzenetet. És ugye nevén nevezett, hogy szia Ica, a felesége tudja, kiről van szó. Azért az nagyon kemény. Az nagyon kemény. Gondolom nem mentél haza. Utána egy darabig. Igen, főnökömnek nagyon utállak, a többit majd hétfőn elmesélem. Ezt küldtem SMS-ben. Ez jó, ez elég nagy képű. Nagyon utállak, a többit hétfőn elmesélem. Hétfő reggel behivatott, én nem emlékeztem semmire, mondta, hogy akkor meséljek. Én kérdeztem, mit? Ekkor mutatta meg az SMS-t, írja egy hallgató. Hát, hogy nem voltál ott akkor velem, és hogy nem együtt bulisztunk, már olyan jó lett volna, annyira hiányoztál. Na, megyek. Igen. Én az akkori apósomnak küldtem egy MMS-t véletlenül alkoholosan, amiben magamról volt egy mesztelen kép, és ennyit írtam. A lányod után most te kapd be. Ez nagyon jó. Azért a papai nézi, üzenet, MMS, ki a fene küld nekem MMS-t? Ott áll a vejed, ugye? A lányod félfére áll mesztelenül, a lányod után. Most te jössz. Csúnya dolog. Kellemetlen volt vele az orvosi rendelőben találkozni. Ráadásul a papa orvos, igen, az nagyon-nagyon szép. Lányom az apjának írt. Szülinapom van, mert mindig elfelejted. És be is vagyok rúgva amúgy. Ez helyes. Egy tiltakozó kamasz, aki részegséggel próbál tiltakozni, hogy az apja elfelejti a születésnapján. Őszintére ittam magam, és ittasan megírtam a véleményemet. Megírtam a véleményemet Facebookon. A hölgy állandóan teleír üzenetekkel az üzenőfalat, hogy becsületesség így, őszinteség úgy. Én szóvá tettem, hogy akkor hogy megfogtak a Tesco-ba ruhalopással. Mi van? Micsoda? Ez is értem. Megfogták ruhalopással. Na igen, aztán még egy-két SMS. Én minden italozáskor elmondom az őszintét, hozzáteszem, hogy majd hétfőn bocsánatot kérek. De az nem gyenge, nem? Ugye? Volt barátnőmnek, küldtem SMS-t részegen, én szakítottam vele, és vissza akartam könyörögni magam, de mégis azzal zártam le, hogy remélem nem lesz boldog az aktuális párjával. Jó, sikerült a könyörgés. Másnap kínosan kellett telefonálnom. Írja ezt is egy hallgató. Szilveszteri buli után vallottam szerelmet egy férfi kollégának. Hétfő reggel ő volt az első, aki a földszinten szembe jött.
végtelenül kellemetlen volt. Ezt ilyenkor utólag az ember nem akarja egyébként megbeszélni valahogy. Na de ha nem? Szerelmet vallasz neki, akkor lehet, hogy szerelmes is vagy bele. Akkor hát, meg már miért nem állsz bele a sztoriba, nem? Hát akkor már azt mondanám, hogy figyelj, azért írtam meg, mert egyébként tényleg szerelmes vagyok beléd, és végre kijött. Igaz, ez a csúnya ital. Ráadásul, most persze mondjuk ez, hogy csúnya ital, meg hogy idézőjelesen őszintére ittad magad, de azért ezeknek az SMS-eknek elég komoly valóságtartalmuk van, ezt halljuk be. Na, ezt mondom, hogy ráadásul találkozol vele hétfő reggel, mert szombaton részegen megírtad neki, hogy kolléga, szerelmes vagyok, magába járjunk, akkor miért nem folytatod? Akkor mondasz, hogy figyelj, tényleg ez van, tényleg szeretlek, ciki, nem ciki. Józalon is ezt érzem. Igen. Sziasztok, srácok, én egyszer egy átmulatott iszogatós éjszak után hazakísértem egy lányt, aki felhívott magához, a dolog megtörtént, miután hazaindultam fáradtan, piásan, véletlenül a lánynak küldtem el a haverom helyett, felcsíptem egy kis szőkét, és jól meg is kapta magáit. Nem kellett többet menni, gondolom. Jól meg is kapta magáit. Amit nem akarsz nőként olvasni, figyelj, akkor is rá jól megadta neki, ahogy akarta állat. Szerintem meg mindig nem tért magához. Hallod, Józsi. És elküldöd ezt a lánynak. Igen, hát azért az finom. Páromnak küldtem a következőt, egy csapatépítőn. Ha hazamegyek, beleharapok a szép fenekedbe, csak vége lehetne már ennek az idióta csapatépítőnek. Képzeld, az idióta főnököm itt ül mellettem és vedel. Elküldve, mivel ittas voltam, Barbie helyett Baromarcunak, alias a főnököm. Ha, szép neve van a főnököm. Ha már éppen elment a főnököd, igen. Én a főnök asszonynak írtam erotikus tartalmú teli üzeneteket egy illuminált éjszaka keretén belül. Az üzenetben ennyi volt, hogy úgy elkaplak, hogy másnap lábra se tudsz állni. Válasz a következő volt, várlak bátran, és ha igaz a dolog, még fizu emelést is kapsz. Mondjuk, hogy jó fej. Meg, hogy átmentél-e? Mondd már meg, hogy mi lett a folytatás. Jó fej a főnök. Egyébként nem? Tehát nagyon, itt a főnök az, hogy az rendben van. Igen. Aj, nagyon sok SMS van. Enyhén ittas állapotban a saját, nem teljesen ide vonatkozik, de jó az SMS, a saját házi bulimon hívtam egy taxit, majd lementem, mondtam a címet, mondtam, hogy itt vagyunk, kifizettem, kiszálltam és hazamentem. Ja, hogy a saját házához hívott? Na, azért az nagyon szép, igen. Na jó van, hát jönnek még az SMS-ek, szemezgetünk, mert csak hirtelen bejött annyi, hogy nehéz kezelni. De gyorsan megmutatjuk akkor a nap legjobb pillanatait, és utána akkor majd még mutatunk párat. Nagyon jók vannak. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma. Felhívtuk reggel Szújó Macit, és elmondta nekünk, hogy hogyan esett ki a német nagydíj, elmondta a legújabb pizsoma divatot, és beszélgetünk egy kicsit vele a Forma 1-ről. Na, Szújó Macival mindig jó beszélni, jó, nem? Hát a másik a pizsoma profi miatt is. Neki elég egy olyan kérdés, hogy mi a helyzet a Forma 1-en? És utána hátradőlsz. Uh-huh. És elmegyünk kávézni. Viszont egy kávét, Zoli pedig mondja. Szóval vele beszélgettünk, valamint megpróbáltunk utána járni a lopott arany múmiának. Ugye sokáig látható volt Magyarországon egy aranyba öntött múmia, és hát kiderült, hogy a kínaiak ezt felismerték, a holland tulajdonos azonnal elszállítatta, mi pedig találgattuk, hogy hogy zajlik egyáltalán egy ilyen. Hát egy konkrétan kínai nyomozócsoport jött ide Charlie Chan vezetésével, és le is leplezték. De helyette van lápi múmia. Érdemes megnézni. Felhívtuk Kis Stefán Mónikát, a Múmia Világ szóvivőjét, hogy mesélje nekünk egy kicsit, hogy a fenébe van az, hogy egyszer csak elvisznek egy múmiát, nem tudják, hogy lopott volt, megjelenik egy kínai delegáció, és fura kérdéseket tesznek föl erről az állítólagosan kínai múmiáról. Szóval erről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 10 perc múlva pontosan 10 óra. Nagyon helyes ez a történet erről a múmiáról, nem? Elvitték, gyorsan jött egy telefon, csomagolják be, visszük. Mert a gyanakó kínaiak. Hogy értek ide egy nap alatt? Szerintem van egy múmia felderítő kínai kis különítmény, akik járják a világot. Meglátták vasárnap, hétfő már itt volt egy delegáció, akik érdekes kérdéseket tettek föl ugye a múmivel kapcsolatban, amit hallottunk. Hogy értek ide? Vagy hát itt volt lehet, egy hogy itt voltak. Ide csörögtek a rokonoknak. Hogy menjetek, hogy nézzétek, megjárjátok utána? A kis tigrisre. Igen. Csabi, hello, jó reggel. Ciao. Jó reggel, szevasztok. Hey! Szia, Csabi. Ez most tapsolt nekem? Ne, úgy kell, igen, tapsolok, kiáltok, és akkor visszaköszönnek. Most ez mindegy, ez nem érdekes, majd megszokod. Ez nem rádulantkozik. Nem érdekes. De köszönj neki külön, persze. Jó, szia. Szia, János. Köszi. Mit akartál mondani, Csabi? Ne, hát úgy, hogy nem kell neki hirtelen idejönni, hát mindenhol ott vannak. Tehát visszatérve a kínaiakra. Tehát szóltak a magyar alvó múmia kereső delegációnak, hogy ébresztő gyerekek, akciót tessék hát elmenni. Egy nap hát múlva már itt voltak és kérdéseket tettek föl. Nem kellett szakértőnek lenniük, csak ennyit kellett megkérdezniük, hogy ennek meg ki a tulajdonos. Mondjuk az igaz. Hát, ezt bármelyik kínai meg tudja csinálni. Igen. Milyen volt a hétvége, Csabi? Nosztalgikus. Na. Hát mint gyerekkoromban. Mit csináltál?
Hát mi úgy nőttünk fel, hogy vasárnap minden zárva. Egyébként lassan bevezetik, hogy hétfőn nem lesz televízió, hogy a családok együtt lehessenek, törlik majd a hétfői tévéadást. De nagyon jól sikerült, képzeljétek el, van egy Triász nevű zenekar, biztos hallottatok róla, a Sipos Petinek a csapat, ők meghívtak magukhoz pénteken egy koncertre, hogy vendégeskedjem. És vasárnap ébredtél. Nem, az nagyon jól sikerült, ott énekeltem velük. Szombaton viszont, ugye múlt héten volt a nagyobb gyermekemnek a születésnapja, és kibéreltem egy focipályát, egy ilyen műfüves esti világítással minden, és meghívhatta az osztálytársait, és egy ilyen 14 gyerekkel, 7 hétfős csapattal, én voltam a bíró, a játékvezető, és ez nagyon jól sikerült. Már akartam erre... kérdezni, hogy agyonvertitek őket, nem? Nem, én játékvezető Sok voltam, de erre ráment szinte az egész hétvége, mert szombaton, sőt már péntek délutántól úgy beszéltek róla otthon az én gyerekeim, hogy a meccs. A meccs. Aha. Szombaton egész nap. Aztán kiderült, hogy a többiek is, akik meg vannak hívva, vasárnap megelemezték. Hogy a meccsen, amikor becsúsztam, és amikor ott nem tudom, Marci behatta, és Jó bíró voltál? Jól csináltad? Persze. Igazságos voltál? Mindig lejtett a pálya egy picit, nem? Rómeó hány volt rúgott? Sány a 11-esből? Álltam egy helyben, és mondták, hogy a bírónak nem kellene végigfutni, meg oda menni. Én mindent látom, minden is. Ezt szóljál be, sárgalap. És csak gyerekek játszottak gyerekekkel? Tehát igen, nem ilyen gyerekszülő? Igen. Aha, pedig gyerekszülő az általában szokott ilyen lenni. A szülők drukkoltak. Tanárdiák, tudod. Szülők drukkoltak a pályaszerűen. Tanárika nem tud veszíteni. Tanárika nem szeret veszíteni, igen. De tényleg ez van, hogy nem tudom, ti ezt észreveszitek el, főleg ahol iskolás gyerekek vannak, ott már igen, hogy ez a szakasz most, amiben most vagyunk, ez a télből tavaszba átnyúl, az sokkal hosszabb, mint szokott lenni. Tehát a téli szünet az már nagyon régen volt. És még mindig van egy hét a tavaszi szünetig, és közben semmi nem volt. Tehát nem volt se egy ünnepnap, semmi, ami miatt kimaradhatott volna. Tehát három hónap, majdnem 3,5 hónap. Tanulni kell, de tényleg. De te nem érzed magadon ugyanezt? Hogy most már de jó lenne egy kicsit lazítani, még egy kicsit pihenni? De is megyünk szerdán szabadságra. Is van. Kicsit, igen. Most, hogy rákérdeztél egyébként, menjünk el szerdán. De biztos vagyok benne, hogy a hallgatók között is van ilyen, aki ezt érzi, hogy most már aztán nagyon tele van a hócipőm. Nekik szeretnék ajánlani egy játékot. Állj, de szép volt! Írjuk a naphallgatóját, és utána elmondod? Mondd el utána, addig gyűjts energiát. Utána, olyan ötletem van. Na, alig várjuk, hogy elmondd akkor ezt a játékot. Gyorsan fejjük a naphallgatóját, ha mondja, hogy morning show, akkor kap egy szép kis ajándékcsomagot, és utána mondhatod is. Semmi. Te meg mit akarsz szabadságra? Annyit voltam, hogy nyugdíjas leszel. Nem? Még egyet, na. Nem úgy tűnik. Most a vége. Vagy most? Hát csöngjön, még nem kerül pénzbe. Miért? Csöngés? Jó, hát ha nem. Oké. Jól van, hát akkor ma nincs naphallgatója. Csabikám, mi a játék, amit mondani akartál? Nem, tényleg ez jutott eszembe, hogy ez most már sok. És hogyha vannak olyanok még, akik ugyanígy éreznek, hogy de jó lenne egy kicsit kikapcsolódni, kicsit kimozdulni, hogy mi lehet a legjobb módszer arra, hogy oldjuk ezt a stresszt, hogy jó messzire utazni, és ott részt venni egy olyan dologban, ami szerintem elérhetetlen nagyon-nagyon sokatnak innen Magyarországról, London Eye. London Eye. London Eye. Ne menjenek sehova, London Eye. Aha, megáll az egész. London Eye. Felszólítod őket, irány London Eye. Aha, London Eye. Minden Eye, irány London Eye. Mert ha ott mindenki megáll, az minket nem érint amúgy se, de valaki... Itt nyomunk egy pauzát, stop gombot, mindent megállítunk, és... Ez egy jó ötlet. Na, hogy elutazhatnak a hallgatóid, vagy a hallgatóink Londonba, vagy nyerhetek utat, és megnézhetik a londoni nagy óriás kereket? Nem vagy a London Eye-t? Igen, megnézhetik lentről, és fotózhatnak fölfele. Ráadásul fel is ülhetnek rá. Csabi, a becsász! És ráadásul, aki megnyeri, elviheti magával a társát is, a párját, a szerelmét, a feleségét, a férjét. Nagyon klassz. De ez tényleg jó. Egyszer hihetetlen vagy, és hétfőn ráadásul, amikor az emberek legjobban kivannak éhezve arra, hogy valaki jót tegyen velük. De még egy kicsit éheztetem őket. Igen? És ez lesz majd júniusban ez a játék. Nagyon jó az ötlet, júniusra összehozva. Igen, 2016. Addig bepróbálok szerezni szponzort. Hát, addig dusznak is tetszene az ötlet. Tetszik az ötlet, Csabikám, tetszik az ötlet. Na, aki szeretne tényleg egy kicsit kimozdulni, megállítani ezt a pörgést, és felülni egy másik pörgőjárműre, az küldje el SMS-ben azt, hogy viszlát. Ezt csak kell küldni, egy viszlát. Aha. 0676450000. Na most a gyengébb értelmi képességekért, mint értem, fordítsd le, hogy most elküldöm, hogy viszlát, és nyerek ma egy londoni, vagy majd pénteken, vagy jövő héten, vagy? Az majd kiderül a kívánság. De azt a mindenit szépen! Hihetetlen vagy! Hát, te! Hogy felhúkoltad ezt? Na, erre ráment a hétvégém, hogy ezt felépítsem. Hát,
Mr. Mysticum Bucket. Nem, itt kint megkóstoltam ezt a tortát, és egy beugrott ez. Igen? A... Na jó. Oké, drága hallgatók, tehát akkor tessék figyelni a kívánságműsort. Aki szeretne Londonba utazni, Csabi mondja a részleteket, ráadásul nem egyedül ketten mehettek, megnézhetitek a London Eye-t, felülhettek, és gondolom, hogy hát majd Csabi elmondja, hogy egy napot, egy hétvégét, vagy kettőt Londonban tölthettek kicsit, leszállva az itteni óriás kerékről. Na, ez valaki összerakta. Na, nagyjából ezt tudtam kikövetkeztetni. Te többet ígérsz, mint én, de hát majd akkor te is beszállsz a buliba. Na, meglátjuk akkor. Jól van, Csabi elmondja a részleteket, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Jó, remek zenék lesznek el a mai adásba, Csabi? Ráadásul hozom a valami van a levegőben, tehát ezzel egy kicsit így a misztikumot hozzuk. Nagyon kimélt vagy, hogy egyik komfortból jön a másik, a zenéből, az utazás, a foci meccsből, a letenném a fogaskereket, a gyerekből, London, de nagyon össze. És ha már foci meccs, Barca, én kérek elnézést, mert tudom, hogy te reálos vagy. Hát, inkább, igen. És jó, másodok volt tegnap. 3 perc a pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánságműsorral, figyeljétek a játék részleteit, mert tényleg jó, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb